uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perce. Jó reggelt mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Ez a sárga festés, ez így marad? Vagy ezzel mi lesz? De szép. Szép, amit csináltunk szerdán a termékteszt, hogy ezzel nem kéne valamit csinálni? Hát... Vagy mi, hogy van ez? Egy ilyen mementóként itt van. Picit olyan 4-es metró hangulatom van, amikor ránézem. Körbe kéne feketével húzni, nincs egy alkoholos filcedi, ami... Dehogy nincs. Fia, két megszólás között kiszabadott, aztán így megcsinálom így a körvonalait, mert egyébként tényleg akkor fogják befejezni. Mitől 4-es metró vagy mi ott? Tessék? Mitől 4-es metró, hogy nincs befejezve? Vagy hát igen. Ja? Jó, hogy nem halad. Hogy nincs kész. Mikor adják át tényleg? Hát jó kérdés. A falat? A falat meg a 4-es metrón. Hát most már valamikor, nem? Át kéne. Hogy? Március 31. Aha, na, hát azért ott azon zúzunk egy kört, nem? Hát én tegnap előtt mentem a... Mentél vele? Keleti előtti felüljáron, és onnan pont rálátsz az ottani építkezésre. Hát az nem úgy tűnik, mint ami kész van. Ott még elég erős kalapálás folyik, de biztos márciusra meg lesz. Menjünk-e tiszteletkört? Mindenképpen a megállókat akarom megnézni, nem is magát a metrót, mert szerintem nem ma lesz olyan nagy szám, hanem a megállók állítólag zseniálisan néznek ki. Arra nagyon kíváncsi, hogy mindenki akarok szállni. Tehát ilyen űr megállók vannak. Amiket láttam az Indexen, mint képek, amikor megállókat fotóznak, az baromi jól néz ki. Hát kérlek szépen, ennyi idő alatt ennyi pénzből lehet is jó. Ah, igen. De tehát, hogy tényleg beletettek mindent, bizony, amit bele kellett. Brutális látványelemeket készítettek, meg az egész, ahogy kinéz, nagyon komoly lesz. Igényes, jól néz ki. Nem tudom, mivel lehetne meggyorsítani a munkálatokat. Oda kéne menni minden nap egy rövid nadrágba, meg stoplisba, és labdát pattogtatni. Hát, azt hiszik, hogy stadion is hamarabb befejezik. De egyébként érdekes projekt. Az még érdekesebb egyébként, hogy tegnap például este 9 órakor egy olyan megjegyzés volt beírva a BKK-nak a Facebook oldalára, hogy a három metróvonalunkból ugye a kettesből, a hármasból, meg a kisföld alattiból egy működött. Beázott, hogy mi így van. A hármas, a kék tartotta még a frontot, de hogy egyébként a milleniumi föld alatti vasút, ugye a sárga egyes, illetve a kettes is gyakorlatilag. De már kisföld alatti is. Igen, ott is üzemzavar volt. Nem az egy elég megbízható kis cucc már ugye. Mert azt még jó megépítették, tudod, annak az előző századfordulót. Igen, annak idején. Az ott működött egy darab, de tegnap, mondom, ez is előfordult, hogy gyakorlatilag egy metróvonalunk volt a háromból. Na jó. Mert hogy lerobbant? Igen. Igen? Ez nem sok. Esett biztos egy kis eső, vagy nem tudni, mert fújt nagyon a szél, és hát az lenne a föld alatt, nem erős kifogás, ugye? Jól érzem? Tehát, hogy azzal nem lehet kimenekülni egy ilyen metró. De lehet, hogy befújta a faleveleket a szél, nem? És az a mexikói úton, vagy a Vörösmarty téren, és akkor ez megcsúszik, és lehet, hogy ilyen miatt kellett lezárni. De minden esetre azért elég kellemetlen, amikor egy világvárosban három meleg masszívan a közlekedésbe szerepet játszó tömegközlekedési eszköz közül gyakorlatilag egy működik. Jóba vagyunk még a Vitézivel, ugye? Persze. Nem beszéltünk vele csúnyán a múltkor, hogy be tudnánk-e beszélni magunkat erre a megnyitóra, a 4-es megnyitóra. Vagy mit tegyünk közvetlen, vagy egy előmenetet csinálni csak nekünk. Egy hajtánnyal? Tőle mehetünk hajtánnyal is. Az már vicces lenne. Van metró hajtány? Nincs, van. De szerintem arra a nyomtávra simán rá lehet rakni ugyanúgy. Hogy csináltatunk egyet? Hogy a megnyitás előtt valahogy, nem tudom, adást is csinálhatunk, és akkor megnéznénk az állomásokat. Az jó lenne. Jó, még nem lesz. De az a baj, a megnyitás az olyan hivatalos, ott de van előtte, mindenki. Előtte, hogy a megnyitó előtt, igen, mert nappal. A hivatalos megnyitó, ott már újságírók, politikusok, az nem, az annyira nem. Ja, nem akarok az, nem kell. Menni. Előtte egy nappal. Én kíváncsi vagyok. De ha nem, én megnézem tömegben is, már ha lesz rajta egyáltalán, meg tényleg kíváncsi vagyok. Képzeljétek, itt Darázs költözött a kocsimba. Nem is akárhova, a motorháztetőre. De ez evett belőled? Megtámadott? Elvitt egy darabot a motorháztetőből. Nem, a garázsban vettem észre, hogy ül egy garázs a motorháztetőben. Élt. Üldögélt, melegedett. Valószínűleg meleg volt a motorháztető tegnap este, amikor megálltam. Berepült a garázsba, és odaült. Hát mondom, jó van, gyerek, kis darázs barátom. Elindultam, és kitartott egészen idáig. És itt ül a motorháztetőmön. Nem lehet, hogy ráfagyott? Kapaszkodik. A széltől. Lehet, hogy megijedt. De még mozog, mert fölkapcsoltam a reflektort, az visszatükröződött elég fényt, hogy lássam a falról visszajövő fényben, hogy él. És ott ül. Nem akar elmenni. Bejön neki a márka. Szereti. Igen.
Vigyázz, le ne tépje a motorháztetőt. A darazsak igényesek egyébként. Há, de lehet, hogy el meg akarja enni? Na, vagy rám bár? Én mondtam nektek, a darazsak harapnak. Persze, igen. Így nem, persze, igen, nem. Majd tegyék ki nyáron legközelebb, amikor lesz egy parizer darabot, és szépen elhordják. És ráadásul igényesek, tehát ha mondjuk egy pecsós parizer darabot, ilyen akciósat kiraksz, meg mellé raksz például ugyanannyi mennyiségű fehérpecsényt, akkor a fehérpecsényére megy. Tehát valószínűleg az lehet, hogy itt is a márkák közül választott, végigrepült az utcán. Igen, sőt, ha a hátszín teszel át BSZ helyet, azt is megérzi, és feljelent. Így van, ennyit. Hogy át akartad verni, megtévesztetted a fogyasztót. Na mindegy, itt ül kint. Tehát azért én jöttem 80-nal meg 100-zal. Én nem tudom, hogy kapaszkodott, de nagyon cuki. Ő nem ide tartozik. Ő most már az én kis barátom. Érted? Most remélem, hogyha kimegyek 10 után, akkor még mindig ott lesz rajta. Akkor azért az már gyanús. Akkor beköltöztettem az utastérbe. De tündér vagy. Hát már megvan fagyva, tehát már alig mozog. Nem, nincs súlyó állapotban, de ez a kitartás, ez a fajta lelkesedés, ez nekem nagyon tetszik. De darazsot melengetnél a kebleden? Egy ilyen kis darázs barát, igen. De aztán, ha még ott lesz majd februárban is, azért vedd elő a kasza CD-t, aztán szedd le valahogy. Csak a dukkozásra figyelj. Akkor már valahogy ragaszkodik hozzá. Ilyenkor már ők azért kicsit kezdenek megszédülni az időtől. Bóklásznak így össze-vissza mindenfelé, ilyen holtra váltan. Hát most jó, a hétvégén 20 fok lesz megint. Ez az eső, ez elmegy állítólag ma, és hétvégén 20 fok. Egy hétre előre nem mond most ilyen nagyon konkrét esőt a portál, amit szoktam nézegetni. Lehet, hogy a darázs a haverjaira vár, és az egész autót el fogják vinni. Igen, lehet, hogy szólt. Vigyázz! Lehet, hogy szólt a barátainak. Mi újság van egyébként? Jaj, hát olvastam, hogy már nincs sok időnk hátra. Valamikor 2032 környékén érkezik egy meteorit viszonylag közel, ilyen 1,1 millió fény távolság lesz tőlünk. Hát illetve kilométernyi nem fény, nyilván ez hülyeség lenne. És hát sanszos, hogy összecsókolozunk, illetve benne van a pakliban, mondjuk egy a 60 ezerhez, vagy valami ilyesmi az arányszám, tehát hogy azért nagyon nem kell félnünk, de hogy azért mégiscsak ez a tudod, de most ez a van rá esély kategória. De a hír az úgy szól, hogy 1,9 millió kilométerre megy el mellettünk, de lehet, hogy belénk jön? Hogy ez az 1 millió az semmi, tehát 300 ezerre van a hold, ahhoz képest a háromszoros holdtávolság az ilyen aszteroida föld. Aha. Összetűzésben azért az körülbelül olyan, mint a mi életünkben 3 centi. Aha. Én is olvastam, azt mondják, hogy elvileg augusztus 26-án 2032-ben neki csapódhat a Földnek, az előzetes röppályamérések alapján azért ezt tegyük hozzá. Tehát, hogy ezt még pontosítják, ez még letérhet a röppályáról, történhet bármi, de van rá esélye, hogy becsapódjon. És nem kicsi. Megy a telefon, Bruce, ha nagy baj van, gyerek. Igen. Hát, most akkor, komoly, akkor már nem Bruce hívják, akkor ő már egy picit nem lesz annyira fiatalos. Ezek azt a például ezt a filmet, amiben ott szétrobbantották, nem tudom mi volt a neve a filmnek, majd ti megmondjátok, mert okosak vagytok, hogy annak vajon van valóság alapja? Van. Tényleg? Hát olyannyira van, hogy van egy ilyen műholdrendszer, amit most éppen fejlesztenek, egy ilyen elhárító rendszer, aminek pont ez lesz a feladata. Csak hát akkor nem embereket fognak küldeni, hanem majd szépen oda küldenek egy kis műholdacskát, aztán igyekeznek majd. Igen, de az ugye azt tulajdonképpen annyi, hogy becsapódik, tehát meglövik, mint a rakétával. Ja. És ahogy meglövik, fölrobban, és ez letéríti a pályáját. Hát vagy közelebb hozzá. Vagy közelebb hozzá. Ha elszámolták. Vagy az egy nagy darab, két nagy darabra esik szét. És akkor két kontinens. És két kontinens. Két jó hírünk van. Na mindegy, azért a robbanás ereje az elég durva, amit mondanak. Mert azt mondják, hogy a hiroshimai atombomba robbanásnak nem is tudom hány ezerszerese. Tehát 150 vagy 100 ezer szerese, nem tudom. Nem, a 100 ezer a sok. A sok egy ilyen, azt hiszem, hogy ilyen 2500 szoros. Nem, a 2500 megatonna volt maga a hiroshimai atombombai robbanás. Nem, az egy megatonnás volt. Aha. Nem 2500 nem, megatonna? Nem. Azok egy megatonnás bombák voltak. Little Boy, illetve várja csak, hogy is voltak. Fat Man és Little Boy így hívták a két bombát, és egy megatonnásak voltak. Igen. 2500 megatonna lenne maga a robbanás, ha becsapódna. Ami azt jelenti, hogy 150 ezer szerese a Hiroshimára dobott. Azért az... Fincsike. Az finom. Az körbeér szerintem. Azért az összekocolja a hajakat. Valahol az becsapódja. Most gondold el, az beesik egy óceánba. Tehát ott mi indul el? Tök mindegy, hogy hova esik be. Tehát ha szárazföldre esik, akkor... Hát ha most beesik valahol, mint a tundrára, Oroszországba, legyalulott az pár ezer kilométert, de az még akkor védhető. Igen. Bezuhan ide középre.
Ha egy bezuhan ide középre, az egy picit melegebb. Hát ugye a tunguszkai meteorit becsapódásának még mindig vannak nyilvánvaló jelei ott a környéken. Az ugye becsapódott ott az 500 négyzetkilométernyi területen tarolta le a tajgát. Úgyhogy mind a mai napig meg lehet őket nézni, az ember elmegy oda, tök jól lenne egyszer elmenni és megnézni, mert azt mondják, hogy az akkor letarolt fák, az úgy gyakorlatilag ugyanúgy ott hevernek szépen, ott porlannak, és mindig egy irányba néz. Tehát lehet látni gyakorlatilag, hogy ugye milyen irányú volt kifelé a robbanásnak a lökés. Az csúnya volt, igen. Iszonyú durva volt, ilyen, ugye akkor azért már bőven lehetett róla képeket készíteni, készítettek is megdöbbentő felvételet. Tehát, hogy az hihetetlen, és akkor azért nagy mákunk volt, hogy odaesett, és mondjuk nem fordult egy kicsit a golyó. Nem Rákos Csabára mondjuk. Hány évesek leszünk akkor? 34-ben? Hát mi? Amennyire érezzük magunkat. 2032-ben? 32 olyan. 62. Te pedig 55. Fiatalos nyugdíjasok leszünk, remélem. Micsoda, fiatalost értem a másik szóval. Ja, igen, hát majd azaz. Na mindegy. Jó, lehet nyugdíjas, csak öngondoskodó nyugdíjas. Úgy, olyan, tehát nyugdíjad nem biztos, hogy lesz, de önmagadnak kell addigra megteremteni az egzisztenciádat, hogy ne legyen olyan nagy báj. Tehát mi 62, te 55. Azért az nagyon. Hát, 55 akkor még évesen elmenni. Igen, 55 évesen azért még bőven sármos vagy. Egy jóvágású Schneidi úriember leszel. Nem jobb így, hogy becsapódik valami? Most mondd meg nekem őszintén, hát most érted, emberek milliárdjai haltak meg az elmúlt, nem tudom, 100-200-300 évben, vagy kórházon, vagy itt, vagy otthon. De egyszer csak azt mondják, hogy that's all, my friend, ennyi volt, ott jön. Nézzél oda föl. De lesz annyi időm, hogy ezt beírjam a Google fordítóba? Nem. Hogy értsem, mire célod? Az a baj, nem fogják megmondani. Hát azt szerintem nem lehet eltitkolni. Nem? Hogy most ott emberek gondolkoznak, hol megy. Nem, meg ezt már látod az égen is. Tehát, hogyha olyan beesési szöge van, ugye, akkor ezt meg tudod figyelni. Akár egy idő után szabad szemmel társulhat, tehát egy idő föl fogják kérdezni, hogy jön valami nagyon nagy, ez micsoda? Második nap. Hát meg tudod figyelni, igen. Már második nap, vagy mi az? Amikor bejön a nap elé, ez kicsit elsötétül, az csúnya. Igen, és ott azért mondjuk egy ilyen becsapódás esetén nem vigasztalhatod magad azzal, hogy Albert és a felé megy. De igen, mi vagyunk, anyanyugi. Hát igen. Ó, Istenem. Na, világvége, péntek, na, király. Fölspanoltatok ezzel, hogy na, pár éve. Van, hát, van, de egyébként, hogy belegondolsz, mi jobban járunk egyébként, mint Balázs. Igen, mert Balázs akkor még pöröghetne, még élhetne, még mondom, fiatalos sármos 50-es lesz, tehát, hogy az gyerekek, én semmi még kábrióval csapatom, és nagyon-nagyon élvezem az életet, ti már ott lassan. Mi már levezetünk. Igen, mert te ott fogsz meg, érted, életed, de lén halsz meg, mi már a levezető ágban, tehát azért bizony, az jobb. Teszek azt, hogy addigra én, teszek arra, hogy addigra én is úgy érezem, hogy az életem mint a száz lennék, tenni fogok arra. Na jó, játék, ami a helyzet? 2-2. Ajajajajaj. Ja igen, tegnap volt a pótselejtező. És ma van a tétmeccs, nem? Így van. Uh-huh. Elbuktuk a pótselejtezőt. Ja nem? Mi volt? Minden? Hát el, a tegnapit elbuktam én, de most, ha még ezt megcsináljuk, akkor benn vagyunk a nem tudom hol. Minden. A lényeg, hogy ma nyerni akarunk. Ez tök mindegy. Mi volt tegnap? Most nyerni akarunk. Jó? Úgyhogy olyanok jelentkezzenek, akik nem tudnak játszani, nem szeretnek játszani, sose játszottak még, nagyon izgulnak. Gyerekek, nem értik a szabályokat. Játszottak, de kikaptak. Nem játszottak, de úgyis kikaptak. Csak ilyen típusú játékosok jelentkezzenek. Jó? Aki jó, aki ügyes, aki menő, az most ne. Az kimélje meg minket. Az most pihenjen egy kicsit, jó? Most gyűjtsenek tapasztalatokat azok, akik kifejezetten rossz játékosnak számítanak, és ezért viszonylag kevesen akarnak velük játszani. Mi szeretnénk velük játszani. Gyerek jöhet? Hogyne jöhet? Hogyne? Minél kisebb, annál jobb. Minél, egy pici apró 4 éves se simán, nem? Ja, hogyha van már olyan gyerek esetleg a hallgatóink között, aki beszél, de csak néhány szót, például a feketét, a fehéret és az igen nemet ki tudja mondani. Sőt, ezek némelyikéből jött elő az első szava. Én azt mondom, hogy fekete. Hallottátok, azt mondta fekete? Ő telefonáljon, illetve a szülei. Vele akarunk játszani. Ő a mi ember. Biztosan akarunk menni. Na, lehet jelentkezni a játékra, egészen nyugodtan, Annának bájologni kicsit, mert hogy ő dönt. Jó? Mi pedig jövünk a hírek után, pontosan 6:30 van. Ez itt a Morning Show. 3:47 múlt 4 perccel, hello mindenkinek. Petőfi laktanyánál, a zebránál kifelé van egy kis kocc, úgyhogy alakul a torlódás. Két autó koccant össze egészen pontosan a Budaörsi úton kifelé. Méghozzá ugye ott van a Petőfi laktanya, és előtte van egy zebra a belső sávban 5 perce. Azt írta Tamás, hogy én tök béna vagyok. Ez jó? Ilyen játékosokat kerestünk abszolút. Á, szerintem altat. Altat? Hát, igen.
Tegnap garázdálkodtam egy kicsit a morningshow.hu-n. Gratula a készítőknek, bitang jó lett, írja Pitti. Hát így van. Pitti. Ha esetleg valaki nem tudná, megújult a honlapunk, mindenképpen látogassatok oda, mert rá se fogtok ismerni a régire, mert hogy ez az új. Értitek, ugye? Rengeteg új szolgáltatás van rajta, annyi rovat van rajta, hogy szerintem órákig el lehet ott bóklászni. Marha sok tartalom, az egész sokkal jobb, mint amilyen volt. Hát az előző az konkrétan nem volt, igen. Így van. De most van. És egy csomó mindent lehet rajta csinálni, úgyhogy nézegessétek nyugodtan, tényleg jó. Na, megnézzük akkor, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Sziasztok, sziasztok, Zsolti vagyok. Hello Zsolti, honnan hívsz minket, Zsolti? Bajától 20 kilométerre egy kis faluból. Az a volt csátája. Már munkában? Igen, 6 óra óta. Mit csinálsz? Ez egy, aki itt lakik, azt tudja, hogy mi ez a munkahely, ez egy kőfeldolgozó, ez Magyarország egyik legnagyobb. Istenem, büntiben vagy? Nem. Rossz fát tettél a tűzre? Nem. Ez az egyik szakmám, itt voltam gyakorlaton, és azóta itt ragadtam. Oké. De nagyon jó munkahely. Na megnézzük majd egyszer, ha arra járunk. Kivel szeretné játszani? Janival. Jaj, de szép választás. Köszönöm. Szerettem volna, de lehet a Feri is. Én maradnék a Janinál. Akit akarsz, csak dönts. Jani. Jani. Oké, na figyelj, Jani, leginkább te. Jó, mert kell a hét. Szükségünk van rá? Nem veszthetjük el? Melyik a jövő hét? Nem, ez a hét. Már ezt a Janinak mondtam, hogy pörögjön föl, mert hogy kell a hét. Így könnyű játszani, ugye? Mehetünk? Mehetünk. 3-2-1, tessék. Na. Szia, János. Kérdezhetek? Szia, bocsánat. Kérdezhetek? Mit mondtál, mi a falunak a neve? Ahol van a kőfeldolgozó? Csátalja. Csátalja. És itt van egy fő kőfeldolgozó közvetlenül a falunak a határában? Hát pontosítanék, ez kettő falu között van. Csátalja és Nagybaracska között van. Aha, Nagybaracska mellett. Nagybaracskán nincsen egy börtön? Nincs. Az Baracska, amit te mondasz. Az Baracska. Bocsánat. Mesélj már egy kicsit a munkádról, engem érdekel ez a kőfeldolgozás. Konkrétan mit csinálsz ott? Mindent. Főképp mindent, amit kőből elképzel az ember, az meg lehet valósítani. Követ bányászol? Telefonszámot mondhatok? Parancsolj. Követ bányászol? Hát külföldről behozzák a követ ide hozzánk, mi itt feldolgozzuk, ez mégsem egy bánya. Nem, ez nem egy bánya. Jani, de szép volt! Jani, de szép volt! De jó vagy! Jani! Ez az! Szép volt, Jani! Szép volt. Ezt bedurrantottam. Hát Zsolti, ez be. Nem baj. Igen, az öntudat, az önérzetedet piszkálta meg János ezzel, hogy nem bányászhatsz követ, csak varaghatsz a külföldre. Pont itt állok a nagy tömbök mellett kint az udvarba. Bocsánat. Nem mondom. Semmi baj. Igen, ez utolsó pillanatban ment el, szerintem ilyen 5 másodperc volt körülbelül. Komolyan? Körülbelül igen, ilyen 5-10 max. Nem volt sok. Nem baj. Játszottam veletek, mert tényleg nagyon sok SMS-t írtam. Biztos, hogy több mint 1000-et. Ó, csak a játékra? Igen. És hát most... meg a hozzászólásokhoz, de... Na, de a hozzászólásod már biztos bekerült a műsorba, már olvastam, hát, de nem? 1-2, igen, a héten is olvastál be egyet, hogy nem kerülök be játékba. Na, de látod? Most mégis. Igen. Előbb-utóbb mindenki sorra kerül. Éjfélkor írtam ma. Éjfélkor jelentkeztél a játékra? Igen. Te jó Isten. Jó, jó korán. Felhúztam az órát. Jó, hát megérte. Játszottál, de nem baj, legközelebb lesz ajándékcsomag is, jó? Jó, de a nyomtató még meg lehet, nem? Persze, a nyomtató még meg lehet, mert azt sorsoljuk a hármasugrás meg a Bóven bácsi játékosai között, meg te is benne vagy a kalapban. Meg most is kapsz egy ajándékcsomagot, és utána még lehet a nyomtató is a tiéd. Bizonyám, 10-kor figyelj.
Jó, akkor rendben. Ciao. Köszönöm. Sziasztok. Hello, szia. Hello. Na, Jani, szép volt. Ami szép, az szép. Hibátlan. Hoztad. Ennyi. Érdeklődés, mímeltem, de egyébként legérdem. Igen. 5 perc a 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra, 10 perccel, háló mindenkinek, jó reggelt. Kívánunk, péntek van. Ez mindenképpen jó hír, sőt, hétvégére jön a jó idő. Úgyhogy, igen, még tart az indián nyár. Jó, de sok megfejtés. A játékra azt mondja, hogy most jöttem el a Petőfi laktanyánál, már semmilyen baleset nincs, akkor ezt úgy látszik gyorsan sikerült megoldani. Ott akkor csak egy ilyen kis koccanás volt, de megbeszélték, tovább mentek, úgyhogy nem volt semmi. Dzsugi is elküldte nekünk, hogy nincs baleset a Budaörsin. Köszönjük szépen. A 10-es úton Komáromnál Pest felé viszont van baleset, rendőri irányítás is, ezt G küldte nekünk, és utána ezt még többen is elküldték. Valamint a Szélkámán tértől a déli pályaudvar felé az utat baleset miatt villamos keresztezi, a dugó egyelőre nem vészes, kerülés csak a déli felé lehetséges. Ezt Bálint küldte nekünk. M2-esen Budapest felé áll a forgalom, ez még 3-7-kor jött, lehet, hogy azóta az is elindult, ezt Bogi küldte nekünk, köszönjük szépen, és az M3-as Budapest felé vezető oldalán az 53-as kilométernél két kocsi a leállósában keresztbe állnak, alig lehet észrevenni őket. Ezt pedig Tomi küldte nekünk. Na. Megnyertük a játékot akkor? Meg 3-2. Ezt a hetet beúztuk. Ezt a hetet is. Pár perfektek akartunk lenni, ez nem jött össze, mert egy csomó ügyes játékosunk volt. Mennyi is? 1-2? Okay. 2-2. Hát végül 3-2 lett, igen. Na. De ez jó. Egy érdekes hír kering az interneten, miszerint popcorn nélkül kell majd moziznunk a jövőben. Végre. Tessék? Végre. Végre? Gyűlölöm. Imádom. Hát de nem lehet úgy filmet nézni, hogy azt hallod magad, mert hogy... Egyetlen ellenszer van, ha te is rákcsálsz. Ne, akkor nem menjünk együtt, Feri. Igen, a filmnézés az evésről szól. Csak. Az arról szól, hogy filmet kell nézned, közben beszél egy csomó nachos, meg popcorn, és hülyére zabálod magad. Ez erről szól, ez így jó. Beülni, igen. Éhesen mozizni. Én azt hittem filmért mentem. Á, nem, a kettő együtt. Aha. Tehát a popcorn film nélkül se jó, meg a filmpó, ez egy ilyen jó árokapcsolás. De nem azért akarják kik zavarni a moziból, mert hogy zavarja a többieket, ez nem lenne lényeg, hanem egy reklám szaklapban megjelent, hogy a reklám nézése közben, ha popcorn teszünk, akkor nem tudjuk megjegyezni azt, hogy milyen reklámot látunk. Na, ez egyébként, ami felháborító. Hát, tehát, hogy érted, hogy a reklám tudatosuljon benned jobban, azért ki akarják tiltani a popcorn. Tehát most mi van miért? A popcorn van a moziért, nem a reklám van a moziért. Így van. Ugye meg hát a reklám része a filmnek az 5 perc. Van, amikor az ember be sem megy. Utána viszont van 2 órád, amíg nézed a filmet. Azt mondják ezek azok a nagyon jó nevű emberek, akik egyébként megírták ezt a tudományos kis eszét, hogy ők ezt le is tesztelték, az alanyok egyik felének popcornt adtak, a másiknak pedig kockacukrot, mert az egyből olvad és nem kell rágni. És a kísérlet lényege az volt, hogy ki tudja jobban megjegyezni a reklámokat. Azok, akik popcornt esznek, vagy azok, akik kockacukrot esznek. És megállapították, hogy azok a reklámok maradnak meg jól a fejekben, amiket te közben ki tudsz mondani magadban. Tehát, hogy te tudat alatt is kicsit mozgatva a nyelvedet, elmondod ugyanazokat a reklámokat, elmondod a hívóneveket, a brandnevét, a márkanevet, vagyis közben tudsz memorizálni. Ha popcorn teszel, nem mondod a márkaneveket tudat alatt, nem mozog a nyelved, mert az evéssel van elfoglalva, és zéro az, ami megmarad. Kockacukor, összerágod, lenyeled, szabaddá válik a nyelved. És 10-ből 8 sokkal jobban tudta visszahívni azokat a reklámokat, azok közül, akik kockacukrot tettek, mint azok közül, akik popcorn tettek. Azok nem emlékeztek semmire. Tele van a szád kukival, akkor nem tudsz gondolkozni. Világos. Igen. Ismered ezt az érzést? Nem, csak hallottam már róla. Tele van a szád kukival érzést. Tudjátok, hány liternyi popcorn zabálnak meg az amerikaiak egy évben? Mondjatok egy számot. Egy évben? Egy évben. Az amerikai mozizás alatt, mint a 300 milliós Amerikában, hány liternyit? Összesen. Összesen. De mindenki benne van? Úristen. Mindenki. Mondjatok egy liter. Mennyit zavar? 200 millió. 200 millió liter? Feri? Annyi van? Nincsen. 200 millió liter. Hogy várjál, annyi? Azt mondja, hogy mondjuk akkor megeszem 3, akkor mondjuk legyen az 400 millió. De most azt mondod, a 300 millió, hogy annyi már ide. Számoltam. De nem, hát gondolkozzatok, hát 300 millió vannak körülbelül. Igen. A 300 millió liter, az azt jelenti, hogy minden amerikai egyébben egyszer megy a mozib, és egy pattogatott kukoricát teszik. De hát ez tök kevés. Ugye? Hát én többet akartam. 2000 millió liter. 16 milliárd.
liternyi pattogatott kukoricát esznek meg. A pattogatott kukorica készítők már lázonganak egyébként. Írtózatos biznisz. Csak Amerikában évente 16 milliárd liternyi. Hát 300-an vannak, vagy 350 millióan körülbelül. Aha. Hát most ha 300 liter, millió liter lenne, az mindenkinek egy mozi, egy film, egy pattogatott kukorica. Hát ez semmi. Nevés. 16 milliárdnyi litert fogyasztanak belőle. Úristen. És ugye a 30-as évektől vezették be a pattogatott kukoricát, előtte be kellett csempészni a cuccokat. Na de hogy van ez, hogy ennyire erős a reklám lobby? Elindult az, hogy lökjék ki a mozikból a reklámokat. De nem azért, mert hogy az zavarja a mozinézőket. Egyébként ott én is megnézek három reklámot, nem zavar. Nem? Két film előzetes, egyes reklám belefér. Még dumálsz előtt egy kicsit. Hanem, hogy ne zabáljál pattogatott kukoricát. Hát, egyébként meg igazuk van amúgy. Tehát, hogy szerintem nem a felmérésben van igazuk, mert tényleg, ha én mondjuk nem popcornos vagyok, hanem inkább nachos, sajszósz, jalapenyós, de én közben nem tudok semmi másra gondolni, miközben még ott van a kezem a kis tálca. Van-e még jalapenyó? Jaj, valahol feltúrom itt a nachost, valahol még alul kell lennie. Jaj, elfogy a sajtszósz, most mi lesz? Aztán majd iszok egy kis kólát, és akkor még eszek még majd egy csokit is. És tényleg nem marad meg semmi a reklamokból, tehát ebben tökéletesen igazuk van. De ilyen alapban akkor nem marad meg semmi a filmből se. Hát a filmet is végig zabálod. De valahogy akkor nem kéne, hogy emlékezz az elejére, tehát ez egy baromság. Hát az árukapcsolás ott valahogy jobb. De tehát, azért annyira egybeépült már ez a film, nachos, film, popcorn. Persze, annál nincs jobb, mint amikor az egész mozit zabál, legjobb. Mindenki ropogtat, balra nézel, ülsz ilyen kis 3D szemüvegbe, azot kiflit majszol, pattogatott kukorica. Ennek így van hangulat. Tehát, nem tudsz bevinni semmit, hát tök nyomorult lesz. Az, hogy ott kicsit valaki zörög, csörög, eszik, hát ez egy kollektív élmény ilyenkor, szerintem. Ezért lettek egyre hangosabbak a mozik. Már az ugye? Igen, ezért már bejössz egy IMAX-be, hát ott nem hallod, hogy ki mit eszik. Mert ezt hallod magad mellett, ahogy szívják ki a dobozból. Úgy, én mindig azt sem, hogy összerakok három szívószálat, néhány moziban már van ez a hosszú szívószál, összerakok három szívószálat, pohártartóba le a kóla, és a hosszú szívó összerakott három szívószálba már meg sem mozdulok. Bekötöm magam infúzióra. Hát csak egy ilyen pattogatott hátradőlök. Hátradőlök, egy tölcsért rakok a számba, és így öntöm be a pattogatott kukoricát. Egyébként én sem vagyok pattogatott kukoricahívó, sok nachos. Nagyon jó. De szerintem akkor neki kellene egy kicsit változni. Tehát, hogyha finoman beépítik a filmbe a reklámozandó terméket, ahogy az meg náluk okosabban, nálunk kevésbé okosan azért meg szokott történni, de emlékszünk, hogy nagy klasszikusai ezek a bújtor filmek voltak annak idején, még a 80-as évek, ahol mindig, vagy a különböző ilyen tévésorozatok, Szomszédok például, ahol valahogy mindig ugyanazt a márkát sikerült fogyasztani. Az ugyanaz, ott igen, az beépült. Hát a Família Kft. De hogy volt a legjobb. Az nagy, ott mindent beraktak. Legyenek előtte, legyenek a filmben szépen finoman, mert akkor viszont ugye a filmélmény is megvan, a reklám is ott van, és de a filmekben vannak, az amerikai filmekben engedik, kibont egy Pepsi-t, automata van, azokat engedik. Ez nem elég neki? Magyarországon a mozifilmben megjelenhet, csak nagyon szponzorszagú. De ilyen alapon akkor előbb-utóbb a reklámlobby eléri majd azt, hogy otthon se ehess, ne vacsorázhass. Tehát érted, most mivel jegyzem meg jobban a reklámot otthon, ha vacsora közbe adják, nem? Ilyen alapon akkor most mi van? Sehol nem lehet majd enni a reklámot, látsz, és beleszólnak abba, hogy mikor egyél. Kitiltják a vacsorázó családokat, ha levegy a reklám. Miközük van hozzá? A tévék tetejére, és eddig, néznek otthon. Eddig ugye az volt, hogy ment a tévében a film, megáll, reklám, van egy ugye kis elválasztó, és utána is itt lesz egy arc, aki rád üvöl, tedd le a kanalat! Én egyébként általában leteszem, akkor megyek ki. De egyébként honnan tudták, hogy az a 10 ember, aki beül és popcorn teszik, az okos. És aki egyébként kockacukrot teszik, az is okos. Tehát mi van, ha 10 popcorn nevű ember tök hülye volt? És az, aki meg szerencsésen ki lett választva, és bevették ebbe a tesztbe, és kockacukrot kapott, ez egy jó agya volt, és megjegyezte a reklámot. Ha most az a 10 hülye nem emlékszik arra, hogy mit látott, az még nem azt jelenti, hogy most büntessék az egész világot, és ne lehessen popcorn tenni a moziba. Mert 10 szerencsés, mit láttál? De mondd már, mit láttál? Te mit láttál? Hát volt egy Nike, volt egy mit tudom én, egy Pepsi, meg volt egy Vodafone reklám. Na, és érted? Hát most ez nem. Igen, eldönthetetlen kicsit, és mitől nem jegyezte meg. 10 hülye miatt, érted, most elérjék azt, ami elindult a lobby, és hát brutál nagy pénzeket mozgat ugye a reklámszakma, hogy akkor te majd ne tudjál popcorn tenni a moziba. Nem, mert 10 fél bénat beült, és nem emlékezett arra, hogy mit látott. Ebből tényleg tüntetés lesz, ki fognak popcornosok vonulni az utcára, és milyen szerencséjük van, hogy még nem viakolorosok, mert a popcornnal dobálják meg az épületeket, az nem olyan durva. Igen, viszont viakolort kevéssé eszel a moziban. Mondjuk ez ugye? Is igaz. Hát, hogy... azt nem annyira ropogtatsz, de ez teljesen okos lenne, hogyha kimennének az utcára. Meddig szokott tartani a popcornotok körülbelül a film feléig? A nachos nem tart ki, én az már az előzetesek egy részénél megeszem. Nekem úgy van, hogy nachos, és utána a popcorn. Tehát én még arra rámegyek.
ilyenkor hajlandó vagyok kicsit mérgezni magam ilyenekkel. De mondjuk a feléig? A feléig kitart, igen. Reklámszünet a film felénél. Hát általában én olyan vödörben viszem a popcorn, ami nektek jó lenne Dézsának. Persze. Te abban hidegvizet engedsz, te utána abban megfürdesz. Így van. Nem virágot, hanem fát ültetni bele. Igen, simán. Tehát bőven. A film feléig igen. Hát régen volt szünet. Igen, na most is legyen az, edd meg a popcornodat, addig semmi. Ahogy látja, hogy mindenkinek megvan, eltűnt a popcornja, van ott valami ember, aki ránéz a teremre, jó, senki nem eszik, reklám következik, puff, megállíts és meg benyomja. Tessék, mondjatok fejből három reklámot, aminek tudjátok a márkáját, és hogy ki csinálja, miért csinálja. Hú, ugye? Hát mondjuk két nagyon jellegzetes embert választottál. Csak hogy mitől jó a reklám? Mi marad meg? Mondj két reklámot. Vagy megmaradt valójában a termék, vagy csak megmaradt az, hogy mi történik a reklámban. Az a baj, hogy nekem olyan reklám jut az eszembe, amit nem, egyébként nem játszanak a magyar tévében, de forgalmazzák Magyarországon a terméket, egy Stiftnek a márkája. Egy Stift reklám. Így van. Uh-huh. Az nagyon-nagyon szórakoztató, nagyon tetszik. Túlsördőből az tetszik, amelyiknek látszik a cicie. Az mindig egy márka. Igen. Ők azt nagyon jól fölépítették egyébként. Nagyon kitalálták. Abban a márkában mindig van szőke, ilyen skandináv jellegű, meztelen nő, akinek látszik a mell. Így van. Igen, arra emlékszem. Hát és ott üzett évvel előtt, és a férfi vagy, nem ért, nem vagy fából. Úgyhogy itt akarok mondani, hogy most van egy olyan reklám. Na. Nem jegyeztem meg még a márkát, de maga a reklám az rettenetesen beépült, mert iszonyatosan bizarr, valami gőzfürdőben fekszik két virsli. És gyakorlatilag úgy van, hogy ugye látod a virsliknek a fejét is, mert hát ugye a színészek bele vannak bújva az életlagyságú virslikbe, és az egyik az egy bőrös, a másik pedig egy ilyen nájlonos, ilyen celofános. És hát nekem egy elég fura képzettársításom van a dologgal kapcsolatban, mert hogy a celofánosról leveszik ezt a celofánt. És mind a ketten ilyen irgalmatlan, ilyen kijelgős arccal ott fekszenek bent a gőzben, hatalmas. De tudod, hogy mit reklámoz? Igen, van a virslit. Egy csomó reklám van, amikor tudod, hogy mi maga a reklám, de nem tudod, hogy mit reklámoz. Szerintem reklámpszichológiai szempontból az se igazán jó reklám, nem? Tehát most, ha megnézed egy olyan reklámot, amiről valami beugrik, hogy mennyire bizarr, mennyire fáj, mennyire durva, de nem emlékszel arra, hogy egyébként mit reklámoz, akkor nem biztos, hogy szerencsés hát reklám. A körönfelhajtós baktérium. Tessék, körönfelhajtós, mit reklámozott? Ki volt maga? Mi a maga a brand? Fogalmam sincs, csak soha nem akarom megvenni, mert az azt jelenti, hogy már olyanom van. Igen, de mi maga a brand? Van valami probléma a nagylábújam körmével. Lehet, hogy úgy beépül, hogy tudat alatt van. De nem épült be, mert maga a márkának kéne beépülnie. De amikor odamész és olvasod, hogy ez a mit tudom. Igen, de nem tudod a márkát. Mi volt a márka? Van egy ásóka, aki fölhajtja a körmet. Mondjátok meg a nevét. Mi volt az? Fogalmam. Szerintem egyébként nem egy jó reklám. Nem egy, tehát vagy legalábbis nem elég, nem? Uh-huh. Hiszen mi történik? Megjegyzette egyébként, hogy ott egy baromi durva reklám van, és fölhajtják egy férfi lábúj körmét. De mi, ki a brand? Ki a tulajdonos? Igen. Nem tudom. Fogalmam sincs. Mit reklámoz, te tudod? Nem. Nem, ugye, hogy mi a termék. Szerintem sokkal ez egy bonyolult dolog ez a reklámpszichológia, hogy ez mitől működik. Sokkal jobb szerintem, amikor a kellemetlen élményt egy pozitív érzéssel párosított. Szerintem az például jobb. Tehát például az ilyen nőknek készített ilyen intip termékeknél mindig az van, hogy próbálják meg ezeket az egyébként borzasztó kellemetlen napokat úgy beállítani, hogy ezek lehetnek csodaszépek is, lehetnek nagyon kellemesek, lehetnek nagyon jó. Ha megvásárolod a terméket, akkor ugyanilyen kellemes érzésben lesz részed. Na most pont az ásokásnál nem ezt érzed. Az ásokásnál egyszerűen elkezdesz rettegni, tehát ott nagyon fura az egésznek a lélektana, mert hogy akkor mit csinálsz, berohan, majd nem tudom hány ezer ember a boltban, gyorsan nem akarom, hogy jöjjön az ásóka. De nem tudod, hogy mit vegyél le a polcról. Meg magában nem tudsz szerezni. Lehet, hogy úgy mész be, hogy az ásókásat. A körönfelhajtósat? Körönfelhajtós ásókásat. Igen. Na, van egy kis segítségünk, aki nálunk sokkal jobban ért ehhez. Babocsa Ádám, reklámszakember, reklámpszichológus. Hello Ádám, jó reggel! Jó reggel, szervusztok! Te most ébredtél? Hát igen, így is mondhatjuk, most a kávém mellett. Na, hát az kiváló, irigykedünk, hogy te ilyenkor tudsz kelni. Na, hallottad, hogy miről beszéltünk, ugye, hát nyilván ez egy baromi nagy és széles kiterjedési téma, hogy mitől jó reklám egy jó reklám. De mégis, hát, hogy lehet ezt definiálni, hogy nyilván más jó a nőnek, más jó a pasinak, más jó a gyereknek, én ezt értem. De hogy tud átmenni igazán jó reklám? Hát nehéz általános definíciót adni, de mondjuk azt hiszem, hogy van egy-két minimális perem feltételnek meg kell felelni a reklámnak. Az egyik, amiről ti is beszéltetek itt, hogy egyrészt emlékeznem kell rá. Tehát ugye ne csináljunk reklámot, hogyha nem tudunk olyasmit csinálni, ami a reklám zajból kiemelkedik. Tehát ez egy ilyen alapfunkció. És a másik az, amit tehát feszegettél, Balázs, hogy egyébként a reklám semmit sem ér, hogyha ez önmagában lárpurlás szórakoztatás, és nem érkezik meg a történet végén egy márkában. És
persze ez alól vannak kivételek, mert mondjuk, hogyha a dohányzáson egy reklámot csinálunk, akkor nem márkát reklámozunk, hanem valami mást. De ugye azért a reklámok 95%-a mondjuk valamilyen konkrét kereskedelmi márkát próbál eladni, ergo az egy rossz reklám, amit mondtál, hogyha nem emlékszünk a... Én ezt tudtam kiemelni, mert én például emlékszem magára a reklámra, nem tudom kiemelni. Tudunk nézni egy-két konkrétumot, hogy mi kell egy gyereknek, vagy mi kell egy nőnek, hogy szólítják meg a nőket? Olyan csapdákra gondolok, amit észre se veszünk, de mégis mondjuk egy női reklámban tudatosan manipulálják a nőket, vagy a férfiakat, vagy például a gyerekeket. Aha. Hát azért hadd oszlassak el egy tévhitet, tehát nincsen egy nagy könyv, egy vastag könyv, mert benne van egy gyerekfejezet alatt, hogy mik a hatásos eszközök a gyerek meggyőzésére, ugyanígy nőkre, ugyanígy férfiakra. Tehát azért ez egy illúzió. Azt kell, hogy mondjam, hogy inkább úgy történik a dolog, hogy ha tudod, hogy mit akarsz eladni, akkor egy kicsit el kell gondolkodni azon, hogy annak, akinek el akarod adni, miért is érdekes az ő életében. Tehát, hogyha mondjuk maradunk a gyerekterméknél, és mondjuk teljesen mindegy, miről van szó, legyen egy kakaópor, akkor gyakorlatilag meg kéne valahogy értenünk azt, hogy a gyerek azért miért bolondul. Ha értjük azt, hogy miért bolondul, akkor el tudjuk azt is mondani, hogy miért lesz ez a termék jó neki. Persze itt pont belefutunk abba, hogy azért a gyermeknek nincsen teljes szabadság a döntései fölött, amikor terméket vásárol, úgyhogy kell azért olyasmit is mondani, amit anyunak fog tetszeni. Ha olyankor kerül, az emelt kálcium tartalom ezért ilyenkor. Ezért kerül be, így van, nagyon jól látját. Igen, ezért kerül be a kálcium tartalom, mert ott tulajdonképpen két célcsoporthoz szólunk egyszerre. A gyereknek tetszenie kell a reklámnak, egyébként sajnos a gyerekek ilyen szempontból nagyon-nagyon átverhető dolgok, és én szívem szerint be is tiltanám a gyerek reklámot, nem azért, mert valami fajta ilyen nagyon komoly morális érzékkel megáldott ember lennék, aki nagyon szigorú, hanem azért, mert egyszerűen gyerek nem ért bizonyos dolgokat a reklámba, és a formai jegyek azok simán elviszik az ő érdeklődését. Tudsz mondani olyat, amit te például nagyon szerettél? Nem baj a konkrét már, mert ezzel nem csak nem felnőtt, nő, férfi, tehát a három olyat, a két olyat, amire azt mondta, hogy na, ez például nagyon jól eltalált reklám. Mert nekem nagyon, sok reklám van. Magyarországon nagyon nehéz jó reklámot látni, ez bocsánat, bárki hallgatja a reklám szakmából ezt a beszélgetést, Magyarországon nagyon nehéz jó reklámot találni, mert ennek a két perem feltételnek is csak kevés reklám felel meg. Volt régen egy reklám, amit valahogy eltaláltak, és most már ugye nem aktuális, mint már, úgyhogy nyugodtan emlegethetjük a nevét, a Csokító Ronda és Finom. Igen. Ami egyébként döbbenetesen érdekes volt, mert én fogyasztói kutatásokkal foglalkozom, tehát én beszélgetek fogyasztókkal, reklámokról rengeteget, és a mai napig ezek előjönnek. Ergo az, hogy emlékezetes, az egyáltalán nem kétséges, és ami még érdekesebb az, hogy valami olyasmit fogott meg a termék kapcsán, ami kényelően izgalmas és beazonosíthatóvá teszi az adott konkrét márkát. Tehát, hogy minden feltétel teljesül, amit mondtunk, hogy elképesztően bevéste magát a fejünkbe, illetve hát tökéletesen emlékszünk az adott márkára, nem tévesztjük össze más mondjuk márkával. Az is nagyon jó volt, hogy ugye a konkrét a márkát, a szlogener együtt mondták mindig, és össze volt kötve a kettő egymással, tehát kicsit olyan volt, mint hogy egy mondókát mondtál volna. Ez igaz, ez egy technikai alapfeltétel, de mondjuk ettől nem lesz, tehát hogy mondjam, a pavlovi reflex nyilván működik, ha el kellene sokszor mondjuk, csak az igazi művészet a reklámban az, hogy hogyan készíts valamit, ami egyébként akár alacsony média költéssel is átmegy az emberek fejbe. Ugye minél inkább kevesebb pénzed van a reklámra, annál jobb ötletet kell, hogy legyen. Fordítva is igaz, minden hülyeséget be lehet tenni az emberek fejébe, hogyha egyébként elköltünk egy milliárdot egy kampányra. Szerinted is például... A Goebbelsi propaganda lényege is ez volt, persze. Szerinted is remek reklámszakember vagy egy zseni a Klapka? Hát most őszintén nem. Igazán, hogy csak egy nagyon vicces figurája a magyar reklám színának, hát nagyon vicces. De még Vámház körút, azt szerintem az egy jó reklám, nem? Igen, csak azért azt gondolom, hogy jó, akkor elemezzük ki ezt a reklámot, ez egy ékszerboltról szól. Én azt gondolom, hogy az ékszerbolt azért az kifejezetten egy olyan magas minőségű és valami nagyon prémium dolog. Ez a reklám nagyon ellene megy annak, amit szerintem általában az emberek gondolnak arról, hogy az ékszert hol vesszük, mint vesszük, és hogyan vesszük, de egyébként igazatok van bizonyos értelemben, egy elképesztő érdekes színfolt. A reklám szempontból azért nem mondanám a csúcsának a reklámoknak, de szerintem az beépült. Igen, szóval azt mindenki tudja. Igen, de annak felel meg, amit mondtunk, hogy beépült egyik. De hogy egyébként ettől mondott olyasmit, amiért érdemesebb Kapkához menni szemben egy másik ékszerbolttal, mondott? Nem. Annyit mondott, hogy Vámház körül X.
Hát igen, de legalább tudom, hogy hova menjek, nem? Szóval, hogy... De ezt körülbelül úgy jön nyertek, mint a rendszerváltás előtt volt egy ugyanilyen legendás reklám, a műszi reklám. Igen. Ugye, amíg a fiatalabb generáció is tudja, hogy mi az, hogy műszi, mert hogy már átadódik így kulturálisan, pedig ők nem is látták, de olyanok, akik látták személyesen, mert mit nem megérték már félig felnőtt fejjel azt az időszakot, amikor ez a tévében volt, azok se tudják, hogy miről szólt az reklám. És mégis úgy emlegeti az átlagember, és bocsánat, semmi bejöretű nem lenne ebben, hogy az egy jó reklám, pedig ugyanaz a probléma vele, amit te mondtál, Balázs, hogy ki emlékszik arra, vagy tudjuk-e azt, hogy egyébként mit akart eladni, és kinek, és egyáltalán mi volt az üzenet, azon kívül, hogy műszi. Tehát ez egy komoly probléma, és sok ilyen reklámot láthattuk ma a tévében, ami egyszerűen elsiklik a fölött, hogy mi a márka. A sör kategóriában, pedig azok profik. Azokat nem szeretem, a sörreklámokat. Most függetlenül attól, hogy szeretjük-e vagy sem, és jók-e vagy nem, a legnagyobb probléma, hogyha leülsz fogyasztókra beszélgetni, és megkérdezed mondjuk bemelegítésképpen egy fogyasztói kutatáson, srácok, mi a kedvenc reklámotok a sör kategóriában, akkor mindenkinek lesz ilyen, és aztán áldás vita alakul ki, hogy melyik hogy márka az. Hát úgy költ sok reklámozó rengeteg pénzt a saját márkájára, hogy egyébként nem tesz túl jót a márkának, hiszen összesen kapcsolják a fejekben a márkát és a történetet. Igen, no, egy-két sörreklám van csak, ahol be tud azonosítani a brandet. Egyébként mindig habzik, mindig szép, mindig jó, mindig finom. A sörivásnak tök jó, de hogy az most melyik, azt talán mondjuk azt jól csinálja szerintem a helynekem, meg van egy-két magyar, aki mondjuk úgy elindult olyan irányba, hogy meg tud különböztetni a többi sörreklámtól, nem? De maga a sörivás az, hogy így ad, de nem tudnék mondani négy jó különböző sör típusú reklámot. Hát igen, gyakorlatilag szerintem kimondtad annak az egy márkának a nevét, amelyiknél nem kétséges, hogy a márka és a történet szépen össze van fűzve, és egyébként soha nem téveszted el, hogy melyik márkát kell a történet mellé oda tenni. Mert ez a reklámkészítés művészete, és de ezt nem tudod, nem veszed észre. A reklámkészítés jól csinálja a dolgát, akkor valahogy ide kéne eljutni, hogy az emberek tökéletesen meg tudják mondani a márkát, sőt azt az érzést is, ami kapcsolódik a reklám által az adott márkához. De volt egy magyar is szerintem, akik azért ezt elindultak ilyen irányba. Most nem tudom, talán a Borsodi, nem tudom melyik volt, de ők is elindultak, ez egy kicsit vicces. Nem? Volt igen. Bejött négy pasi, ült, kijött, bejött, valami volt. Azt tudod, hogy valami már de nem, hogy ott van, szerintem, azt tetszett, abban láttam valamit, ami levált arról, hogy gyöngyözik, habzik, finom, szép a pohár, öntsük bele jó sört inni. Levált erről. Balázs, mondtam már egyszer, ami két márka az is társítható. A négy barát, az egy nem egy Borsodi reklám volt egyébként. Tehát itt ezek a problémák pont, amit te magad is teljesen reflexzerűen itt demonstrálni gyakorlatilag, hogy persze viccesek, meg emlékszel egy-két vicces reklámra, és aztán törheted a fejed, hogy egy, mit mondott a márkáról, meg azon kívül, hogy nagyon szórakoztató, és sok pénzért szórakoztatunk embereket, amit a szappanoperák is csinálnak, vagy pedig megérkezünk egy márkába, amiről egyébként hosszú távon kialakul az emberek fejében egy kép, ami egyébként egy döntési helyzetben akár előny lehet az adott márka számára. Tehát itt nem arról van, hogy az adott 30 másodpercben kell nagyon viccesnek lenni, hanem pont az a lényeg, hogy lement ez az adott 30 másodperc, de lehet, hogy 4 hónap múlva akarsz ma venni sört, de áthidalja valahogy ezt az időt a fejedben a reklám megnézése, befogadása és a választás pillanata között. Tehát itt azért a reklámoknak kéne, hogy legyen egy olyan hosszú távú hatás, ami nem arra tudja. Eljutni A-ból B-be, persze. Hát az egy nagyon könnyű dolog, hogy most reklámozunk fogkrémet, mindig van kellő számú ember, aki másnap tervez, hogy lesz fogkrémet, és persze nagyobb eséllyel fogja venni azt a fogkrémet, aminek tegnap látta a reklámját. Az igazi művészet az, hogy úgy csinálj reklámot, hogy azokhoz is szóljál, akiknek most ott van a teletúbus fogkrémük, vagy ne egy Isten még nem mosnak fogat, nem mondjuk 3 évesek, vicceltem. Szóval olyanoknak, akik éppen nincsenek a vásárlás pillanatában, hanem akkor, amikor majd akarnak menni, akkor viszont azt vegyék. Egy utolsó kérdés, csak hogy mi az, hogy átlagos mosópor, ezt miért használják? Hogy a mi mosóporunk különbözik egy átlagos mosóportól, hogy ezt bekajálják? Vagy ez egy ilyen hívószó a mosópor reklámoknál? Ez mit szeret? Erről szerettem volna látok egy percet beszélni, ez egy érdekes dolog, ez egy általános probléma, hogy a reklámozók azt gondolják, hogy az emberek termékelőnyöket vásárolnak. Most, hogyha megkérdezel egy háziasszonyt, aki egyébként minden nap mos, hogy meg tudja különböztetni a Persilt és az Arielt, simán abban a tekintetben, hogy kimosod a mosóport,
mosógépben, és aztán kiveszed a ruhát, és azon ott érzed-e, vagy tudod-e, hogy most melyik kellett ki. Most a válasz nyilvánvaló az, hogy nem. Ergo nem termék alapon választunk. És ez a baj, hogy a mosopó reklámokban kínosan erőlködnek a gyártók, hogy valami fajta termékelényt felmutassanak, mondjam, hogy kettővel több benzin van benne, vagy a nem tudom én milyen intézet azt mondta, hogy ennek a mosó hogy ez jobb, mint az átlagos. Igen, igen, és ez egy nagyon nehéz verseny, mert ugye egyébként a gyártók hisznek a termékek közti különbségekben, mert csak ez már átzúg az emberek szeme fölött, kiderül, hogy a fogyasztó nem elmentén választ, azért egyébként ezt nem is tudja megtapasztalni. És olyan mosókó reklámot, ami pedig arról szólna, hogy a te életedben milyen szerepe van mondjuk a tiszta ruhának, hogy mondjuk azért mossa az édesanyja ki a gyereknek a nem tudom kis pelutát, mert azt egész nap húzta maga mögött a földön, és egyébként viszont nem lehet kiszedni a kezéből, viszont én nagyon aggódom, hogy az tele van baktériumokkal, és megold valamit a mosópor az én életemben, mert ilyen reklámot nem látsz. Egyébként ez egy konkrét reklám, ez egy amerikai reklám, ami egyszerűen nagyon szépen arról mesélt, hogy egyébként milyen szerepe van a mosópornak az én életemben, nem pedig az, hogy... Hogy jobb, mint a másik. Meldöngető módon elmondta, hogy vegyél engem, mert az enyém egyet többet tartalmat. Érdekes azért ez a dolog, hogy mire kell hatni, igen. Nem például egy nőnél, vagy egy mosópornál, igen, erről még sokat tudnánk beszélni. Valahogy egy mondatban összefoglalva azt mondani, egyszer olyasmit kell mondani, ami a te életedben releváns, nem ami a termék. Fontos jellemzőm, ami egyszer azt mutatja meg, hogy a te életben miért lehet hasznos, érdekes, fontos ez az adott termék, és mire ad választ a te életedben. Tehát a termékről semmit nem fogunk tudni, magunkról viszont annál inkább. De nem úgy győzni meg egyébként én, tényleg, ha? Igen. Ádám, köszönjük szépen! Nagyon szívesen. Köszönjük szépen, hello, jó munkát neked, Babocsai Ádám, reklámszakemberrel beszélgetünk. Igen, jó, amit mond, hogy ne az, hogy ez jobb, mint az, hanem a te életedben ezt könnyebben megoldja. És így már akkor egyből hat rám. Érdekes. Okos. Érdekes ez a dolog. Jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal, lehet már is jelentkezni. Ez itt a Morning Show. 10 perc, pontosan 8 óra, hello mindenkinek. Jó reggelt. Komáromban motoros baleset, már helyszínelnek, a forgalmat elterelik mellékutcákba, és rendőri irányítással még a káosz is elég nagy. Ezt Ati küldte nekünk. M3-as Pest felé 204-es kilométernél van egy trafink. És ezek a legfrissebbek, úgy látszik, hogy Budapesten minden oké, és jól lehet haladni. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello, Kati, lehalkítod a rádiót kicsit? Halkítsátok? Vagytok egy páran? 14-en. Oh. 14-en. A Prügyi Duó rajongói klub? Igen. Tényleg? Igen. Prügyista. Ez mit jelent? Hát, de szeretnünk volna kerülni az adásban. Ja. Ah, azért, mert a Prügyi Duóra már élő ember nem emlékezett, csak miért elkezdtem mondogatni, hogy vajon mit csinál a Prügyi Duó. És most ti is rajongói klub lettetek, mi? Érte, igen, igen. De vajon tényleg? Ebben a pillanatban János jelents egyet. Mit csinál a Prügyi Duó? 7 óra 52 vagyis? Van, izgatottan várják, hogy elkezdődjön az első óra. Már rendezgetik a kis füzeteiket, és fejben még egyszer átveszik magukban a házi feladatot. Lehet, hogy valamelyikük felelni is fog, illetve rögt dolgozott. Amikor ezt kimondom, hogy Prügyi Duó, akkor a Nóri mindig előttem el, hogy egy fejhangon üvölt, hogy tovább jutott a Prügyi Duó. És annyira eltűntek, mint ahogy jöttek, nem? Pont ezért kell rájuk gondolni. Vajon mit csinálnak most? A Prügyi Duónak is fejbe sokszor. Meg hát volt mi a Nóri. Gondolunk rájuk. Igen. Kati, honnan hívtok minket? Marcaliból. Marcali. Jó. Milyen munkahely ez, vagy mit csináltok ott? Biciklis ruhákat varunk. Biciklis ruhákat? Igen. De milyen egy biciklis ruha? Egy buvárruha, azt tudom, meg a de biciklis ruha, hát... A betétes hát, nadrág. Igen, igen. Has betétes naci. Nadrág. Hát olyan mez, amiben hátul van. Bele tudod rakni a kulacsot. Igen. Ja. Már én nagyon képbe van. Hát ilyenekbe bringázik. Életem, ha látnád ezt a testet, ahogy kitűzzad a kulacs tartónál. Ahogy suhan abba a kis neoprém, fél neoprém kis bringás ruhájába. Azt a két Feri, órát, amíg magamra veszem. Is varunk. Hogy mondod? Van 4XL? Igen, 3XL, 4XL, minden majd beszéljünk méretben. Oké. Okay. Na mutatjuk, mit csinálnak, jó? Figyeljetek, okay, akkor jó. Ilyen sokan vagytok, jó? Az még mindegy is, hogy mit csinálnak. Atya Isten. Na, ez hiányzott ma reggel. Beru néni elment fogorvoshoz. Igen. De szörnyű ez a hang, te jó Isten. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Jó, van.
Törcsét csinálok a kezemből. Olyan, mint valami nevetőgáz szívtatok volna, ez nagyon jó. Igen. Ez nagyon jó kis társaság. Itt annyit nevetünk egész nap. Nagyon klassz. Igen. Csak csajok vagytok, vagy vannak pasik is? Hát a főfőnök az férfi. Jó, az. Héten kétszer meglátogat minket, aztán gyorsan el is fúz. Jó. Jó fej. Jó, nagyon aranyos. Remélem hallgat minket. És hogy röhögnek a többiek. Hello, csajok! Fíj, kórusba köszönnek. Jó, van egy ajándékcsomag, ezt nem tudom, hogy fogjátok elosztani. Nehezen. Hát megosztozunk rajta. Ja, küldjetek 14-et. Ki volt ez a szemtelen? Ági néni. Ági néni szemtelenkedik, hallom, küldjetek 14-et, mi? Igen. Jó, teszünk bele egy csomó mindent, aztán majd válogattok, okay, jó? Oké, köszi szépen. Hello, puszi lányom. Ciao. Hello. Helyesek voltak. Óriási csapat. Mekkora röhögések lehetnek ott egész nap, nem? Főleg miután a cukipofa főnök elmegy. Igen. És gondolod, egy ilyen csajcsapat, azért ott az egyik kiteszi a lábát, akkor a másik 12 azonnal azért kicsit elkezd róla plegykálni. Láttad a Marit. Láttad a Marit, nézd meg az Icát. Itt vett föl már, nézd. De már megint. Hallod, az Ica és a férje kocsmában volt tegnap. Mit mondott az apjuk, mikor hazagyűjt? Jaj. Nagyon durván oszthatják egymást. Ott is nyilván megvannak a klikek, ki szeret, kit, ki utál, ki tudod. És most nagyon összenéznek, hogy te utálsz, te szeretsz. 5 perc, pontosan 8 óra, jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk mi. 8 óra múlt 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello Feli. Hello. Szélkán már rendben van, a Szilágyin elakadt egy busz. Írja nekünk egy hallgató, egy másik pedig már itt van velünk. Hello, jó reggelt. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Hello Nandi. Székesfehérváról lenne egy kis közlekedési információm. Az Újcsóri út bevezető szakaszán a körforgalom teljesen beállt. Én legalább 25 percet álltam és arra szolgattam a kocsisorba. Úgyhogy készüljenek fel az arra közlekedők, hogy ez egy kicsikét tovább fog tartani, mint általában szokott reggelenként. 8-as főút székesfehérvári bevezető szakasz, király. Márhogy nem az, ami van, hanem hogy elmondtad. Köszi, Nándi. Jó munkát neked. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. 10. kerület Újhegyi Bányató kereszteződésében szintén van egy baleset, üzeni Robika. M7-es 145-ös kilométerénél a felüljáróról drága fotók készülnek, üzeni Halas Laci. Ez valószínűleg az Ordacsehi felüljáró, így van. Valamint a Zsámbékról 7-kor induló 7.95-ös busznak üzenem, hogy kapja be a negyedórás késését, írja egy hallgató. M3-as Pest felé 204-es kilométer trafi, és motoros gázoltak Komáromban a kórház előtt, terelés van, ezt pedig Sanya küldte nekünk, köszönjük szépen. Ott a Petőfi laktanyát kérdezitek többen, hogy azt kell-e kerülni, nincs már dugó. Elment, elillant, és eltűntek az autósok, akik ott koccantak. Valószínűleg flottul sikerült megoldani, 100-ból 1, de elmentek, nincsenek már. Szugerálom a telefont, hogy megszólaljon, mert annyira szeretnék játszani. Igen, most ugye a nyomtató miatt őrület van, meg plusz ajándékok is vannak az Oven után, meg a hármas ugrás után, plusz a három fő játékosunk még egy sorsoláson részt vesz, és 10 előtt nyer egy brutál jó wifi-s, hihetetlen jó nyomtatót. Te ezt csak gondolod, hogy mi péntekre még nem tudunk rátenni. Mit tudsz még rátenni? Te ezt csak hiszed, mert a brutális wifi-s nyomtató über giga szuper. Mondj még valamit, nyugodj le. Hogyha nem egy tablettet adnánk ajándékba. Ami szintén über giga mega szuper. Plusz nyomtatót? Vagy ne, most ne, megkoronázzuk az egész heti nyomtatót egy tablettal. De talán csak egy telefonodba kerül. És az is lesz, de nem, csak egy tablet. Most hát csak, idézőjelben csak. És mi az, hogy most nem adunk nyomtatót? Mert jövő hét hétfőtől megint azt adunk. Húzd fel magad. Miért nem csináljuk azt, hogy ma adunk egy tabletet, és adunk még egy nyomtatót? Egyébként meg igazad. Még húzd fel magad. Miért akarja ez a gyártó lespórolni a pénteki nyomtatót? Mert tabletet szeretne adni helyette? Vagy azt mondja, hogy egész hét egy nyomtató, most tablet? Igen. Jó. Most kezdenek a tükör előtt ott leizzadni. Adnak 4-et, adnak 5-öt, adnak 8-at, adnak 10-et. Így van. Hozzáteszünk még egy nyomtatót. De mi? Nem ők. Nincs ilyen nyomtató. Én csak beküldöm őket a Zsák utcába, ahonnan már nem tudnak kifordulni. Legyen ez így jó szerintem, nem? Ahol van 4, van 5 is. Én is azt gondolom. Így van. Hogy most tényleg? Hát ahova befér 4 nyomtató, oda befér 5 nyomtató. Persze. Az 5 meg a 6 között, meg ugyanannyi a különbség, mint a 4 meg az 5 között. Nem?
Jó, legyen, nem, egyébként a tablet is jó, legyen egy tablet. Az zseniális ez a tablet. Ez a tábla PC. Igen. Tessék? Meg egy nyomtató? Nem akarom őket most ilyen készényekkel állítani. Már a nyári rócson is bezsaroltam őket még egy hűtővel. Már nem őket, hanem akkor ugye egy másik szponzort. De nyom, ez a tablet, ez egy kis, ilyen kis kézi PC. Nagyon, aha, nagyon szép. Nagyon-nagyon jó, és egy nyomtató van ilyen. Hát, ez milyen szép lenne, igen. Na, az új honlapról csak egy-két mondat, mert hogy elindult, morningshow.hu, mindenki nézze meg, baromi sok jó dolog van rajta. Apró kicsi nyereményeket is lehet nyerni, nyereményjátékaink is vannak, elindult fotópályázat is, most jelen pillanatban értékes nyereményekért éppen mindenkinek a reggeli fejét kellene lefotóznia, és elküldeni nekünk, illetve pontosabban feltölteni az oldalunkra, ott van fotópályázat, megtaláljátok, milyen fejed van reggel, hogy ébredsz, milyen fejet vágsz, ébredés, azonnal fotó, elküldeni nekünk a morningshow.hu-ra, a legjobb fejű embert, nőt, férfi, gyereket pedig megjutalmazzuk. 50 ezer forint készpénzről van szó, plusz ajándékcsomagról. Az első három helyzet egyébként mind kap ajándékot valamilyen formát. Az első helyzet 50 ezer forintot kap készpénzt. Menő. Plusz egy ajándékcsomagot. Ajani Csenget. Így van. De na. Ajani, na. Lehet ezt majd behajtani. Hosszú időre számítatok az átutalásra, hogyha én csengetem, de egyébként tényleg így van. És vannak már fent pályamunkák, hát érdemes őket megnézni. Például nekem a kedvencem a szigetelő szallaggal felragasztott szemhéj. Nagyon jók vannak. Igen, tényleg jók vannak. Nagyon jók. Él a honlap, sokan vannak ott, lehet csetelni. Ad megy az adókapokra, vagy sőt olyannyira, hogyha valakinek hozzászólása van még a honlapunkhoz, hogy mi hiányzik, mi kellene még, lehet orvosolni, lehet beírni nekünk, látunk egy csomó minden témákat, ötleteket lehet küldeni. Tehát tényleg jó. Szeretjük, működik, használjátok. Jó? És van egy tanfolyam is, amit én nem nagyon tudok értelmezni, de hogy ez egy tánctanfolyam, egy interaktív tánctanfolyam. Minden nap egy lépés, és szépen összeáll a kép. Akár hiszed, akár nem, ma Magyarországon vannak olyan emberek, akik szeretik a társas táncokat. Ezt én tudom, ez egyre népszerűbb újra. Igen. Olyannyira, hogy mi a BK-val el akartunk indulni egy ilyen estére, már hogy az én babámmal, a életem párjával. Azért ezt megnéztem valahogy, te csacsacsázol, majd eljárod a pecsangát. Majd te megnézed, ahogy én pacsangázom. Majd meg fogod nézni, el akartunk indulni. Hát két dolog van, egyrészt, hogy a két kiskorút addig nem akarjuk szabadjára engedni, másik, hogy tele van este az összes ilyen táncos mulatság. Igen. Nem tudsz menni. Uh-huh. Meg nem kaptatok a béka lábára a célbetétes bakancsot, hogy megvédjek. Rá ne lépjek. De rohadékok vagytok, meg fogom nektek mutatni. Figyelj, először szerintem készülj le a honlapunkon a csacsacsára, mert hogy most konkrétan azt lehet megtanulni. Tudod, hogy fogok tangózni rózsával a számba. Mondjuk aha. Egyébként, ha valaki, az pont neked állna tök jó. És közben egy vicsorognál róla, és harapnád a levegőt. Úgy húz majd ki a szádból, hogy nem nyitott szét a fogaidra. Egyébként nekem nagyon sok ismerősem kezd visszatalálni a társas táncot. Egyrészt baromi jól lehet csajozni, azt mondják, hogy hihetetlen sok szingli csaj van, és hogy nagyon sokan a mikorosztályunkból, tehát nyilván nem a fiatalok első. Szabad egy foxtrot? Nem ezzel a dumával talán, ez nem csajozol be. Igen. De hogy egyre többen mennek el, akik szinglik, és amellett jól érzik magukat, táncolni tanulnak, újra társas táncban élik ki magukat. És hogy óriási divatja van ennek a dolognak. És ezt indítottuk el a honlapon, jó? Apró lépésekben minden nap egy lépés. Szalsza? Most csacsa. Minden nap egy lépés. Az már lefutott. Azt már tudják, az már meg is, azt megtanult a fél ország. Igen, az új honlap nézegetői szalszázni már tudnak. Most csacsa. Jövő héten pedig pogó. Igen, az nem társas tánc. És vendégünk van, pontosan ebből kifolyólag itt van velünk. Keleti Andi, hello Andi, jó reggelt. Hello. Mindenkinek. Én már is elhoztam nektek a reggeli arcomat. Tessék, egy fotót már készítettek is rólam, szerintem nyerek. Egy lehelleti kis mink azért van, de pont olyan kis finomka. Igen, de azért ezt most nagyon örültem, hogy rádióba hívtam. A tévé ebből szempontból hálátlanabb szerep. Nagyon kegyetlen dolog tud lenni. Itt azért mi is elég gyűröttek vagyunk. Na, tényleg ennyien elkezdtek újra táncolni? Nem nekem, amikor a honlap készítői mondták, hogy csináljunk egy ilyen rovatot, mondtam, hogy hülyék vagytok, ezt ne csináljuk. Én az újra nem működik. Észlelem egyébként, mert én nem tudom, 40 éve táncolok, és azóta nagyon sok táncossal találkoztam, ez mindig is divatos volt. Talán most egy picit többet beszélünk róla, nyilván ezek a tévés műsorok is elindítottak egy ilyen fajta történetet, és ami érdekes, hogy ti egyfolytában arról beszéltek, hogy lehet csajozni, amúgy lehet tényleg, tehát hogy ez tök jó erre, de jellemzően nem a szinglik jönnek, legalábbis a mi tánciskolánkban nem, hanem az ilyen hős férjek, mint akik ti vagytok, akik szeretik a feleségüket, uh-huh. Tudják, hogy sokat dolgoznak, mármint, hogy ti is keveset vagytok velük, egyre unalmasabbak vagytok otthon, és akkor szeretnétek a kicsi feleségetek kedvébe járni, és akkor elhatározzátok például, hogy jön a karácsony, az én kedvesem meg mindig is szeretett táncolni, már 10 éve miattam nem jár,
és akkor veszek neki például egy bérletet a tánciskolában. Menjen el, hol... táncoljon! Éppen ez a lényeg. Menjen el, drágám! Te ott vár a Pecsanga klub. Vagy Fidek. Kincsem, én csak miattad megyek el, te maradj itt, én addig meg megtanulom mindenféle ilyen nagyon-nagyon-nagyon. Úgy fogok szalszázni, hogy bepisíz. Most már elszálltok, de amikor otthon vagytok, már nem vagytok ilyen nagyszájúak. Szóval az a lényeg, hogy két darab bérletet kell venni, egyet magadnak, egyet a kedvesnek, és ezzel szerintem újra az ujjatok körét lehet őket csavarni, mert hogy nagyon jó dolog. És szerintem nincsen lány, vagy nagyon kevés olyan lány van, aki nem szeretne táncolni. Nyilván, aki már anyuka, nálatok is ez már ugye fönnáll. Mindannyian anyukák vagytok. A családban, vagy az asszony anyuka. Akkor ő neki már egyre kevesebb ideje van, mert egyébként eljár mindenki fitnessezni, fiúk eljárnak teniszezni, vagy focizni, na, vagy végre valami, ami szívemből szólt. De ezt nem együtt csináljátok, igen. Vagy csak ritkán, bár én a férjemmel tavaly tenisztanfolyamra iratkoztam, és ketten nagyon helyesen eljátszogatunk, szembe velünk egy oktató, és akkor ez nagyon élvezetes. Mi szoktunk egyébként ottan alapfokú lambadát. Igen. És képzelek én téged, ahogy alapfokú lambadát. Hát figyelj, az összedő simulásig jó. Persze, de szóval ez egész egyébként arról szól, hogy marha jó a hangulat, nem arról, hogy most egy kicsit retro vagy nem retro, egyébként meg rengeteg modern táncirányzat is van. Jó a hangulat, ketten vagytok, vagy hát sokan vagytok, de mindenki kettesével jön, mindenki összeborul, mindenki nagyokat nevet, és akkor az egész egy ilyen családterápia is tulajdonképpen. Ezt én nagyon érzem, de valahogy gyerekek, magunkat nem tudom. Ez mindig tehát, így van. Van három ember, akit nem tudok elképzelni, hogy kis forró naciban ott pecsangázik. De hát, hát miért az... kéne forró naciban? Ja, de ez a te perverz elképzelésed, hogy ezt én el tudom magam képzelni, hogy ott ülök, mert biztos, hogy páratlanul érkezünk mindig, amikor én is ott vagyok, és akkor ott ülök, és így várom, hogy valaki. És akkor Andi észrevesz, és akkor János, ott van egy partvis a sarokban, kapd már fel, és forogj vele. Jó, hogy te látod, hogy neked nem lenne párod a tánciskolában. Illetve, hogy a Géza is egyedül jött. Ja, akkor ezért nősültetek, hogy ne gyertek egyedül, úgyhogy innentől kezdve ezt a problémát nyugodtan elengedheted, és egy remek szórakozás, és nagyon sokan azt gondolják, hogy jó van, eljövünk, megtanulunk táncolni, két hónap múlva ügyesebbek leszünk, szilveszteri buliban nem égünk be annyira, de igazából rájönnek, hogy ez egy ilyen tök jó csapat, ami ott kialakul, jó kis közösség, utána el lehet menni sörözni, vagy elegánsabb emberek, érettebb korosztály vacsorázni megy utána egy csapatostul, és akkor egy ilyen különleges, ilyen társasági eseményé válik ez az egész, és rengeteg olyan férj van, ha hiszitek, ha nem, de higgyétek el, mert mondom, hogy kicsit erőszakkal jönnek, mert asszony azt mondja, ha nem jössz most, akkor én elválok, és akkor ez a finom indítatás, hogy megérkezik. De ha már ezért mész le, hogy ott áll, kicsit szorongsz, nyomorultul, papucsnak érezve magad, kezdesz szalszázni. Volt olyan tanítványom, aki 4 órán keresztül passzívan ellenállt, tehát mereven nézett a semmibe, tudtad, hogy mire gondol, hiába mondtad, lépj jobbra, nem mozdult, és aztán azóta eltelt mondjuk 7,5 év, és ő a leghangosabb, amikor mondja, hogy mikor lesz már csacsacsa, mert hogy nagyon ezt nem akarom elé, ezt én nem akarom. Szinte látom magam, hogy ott üvöltök a terem közepén a parket. Nem, mikor lesz már csacsacsa? Nekem is vannak tervei, még tudjak 160-an szerválni, kevesebb a szerva erősségem, jó legyen a fonák keresztem, de hogy üvöltve kiabáljak, mikor lesz már pecsanga, ezt azért így nehezen tudom elképzelni, de nyilván nem baj. Közülünk egyébként tényleg a Ferinek állna ez a legjobban, nem? Tehát őt el tudom képzelni. Ő egy ahorózó. Fölkapja a békát, és ilyen nagyon durván elindul a tükör felé, majd vissza, és nagyon ropod, nagyon táncolsz. Tehát valahogy ez te vagy leginkább. Az a baj, hogy véletlenül elhullik, mert mit tudom én, hogy így jelesik, akkor én megyek tovább. Na várjál, de neked jól állna, te vagy ilyen. El, hogy ő belép a táncparketre, és rögtön Fred Astaire lesz, de igazából nem. Tehát, hogy az az egészben a szép, hogy bejössz, és olyan esendő vagy, rájössz, hogy nem tudod megkülönböztetni a jobb lábad a bal lábattól, és hogy hónapok kellenek, amíg a kettőt össze tudod koordinálni. Ezért gondoljuk, hogy a Feri lenne a legalkalmasabb. Jobb esetben ezen egyébként rettentő jókat lehet szórakozni. Nyilván ez egy jó házassági teszt is egyébként. Tehát, hogy akik nem bírják elviselni, hogy a partnerek végre megtalálja jó vagy bal lábát, azok jobb, ha most elválnak, minek kell húzni ezt az időt még tovább. De nagyon soknak itt derül ki, hogy ez tényleg megalapozott kapcsolat, ez működik, az ember toleráns, szereti a másikat. De azért nem volt ekkora keletje régebben, már hogy nyilván mindig is voltak ezek a társaságok, de most elkezdett. Fordulok. Igen, körülbelül, hogy mindenki visszatalált most oda. Tehát nekem a szomszédom is csinálja, majd beszél róla, tök jó, nagyon hol sok helyen tangózni? Hát, ha megtanulok tangózni, akkor van valami argentin étterem, ahol vannak szombatonként táncos összejövő. Nem, 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 n
most eljutottunk odáig, hogy a házasságodat megerősíted egy kis tanfolyammal, majd az egésznek a csúcsán házasság évfordulóra veszel egy repjegyet, fölülsz rá Argentináig. Azt látjuk jövő évre, a Szavária táncversenyen indul olyan. Iszonyatosan fogod ropni kis gatyában, azt megnézem egyébként. Igen, hogy hol tudod utána ezt? Otthon? Rengeteg helyen tudod. Van ilyen? Aztán persze. És akik például elindulnak hozzánk, és akkor elkezdenek táncolni, aztán véletlenül ott ragadnak, fél év szerintem azért kell ahhoz, hogy valaki normálisabb szinten megtanuljon táncolni, és aztán kifejezetten olyan helyekre járnak nyaralni, ahol kinézik, és van. Én is például idén Bibionéban nyaraltam, és ott a sétáló utcán május 30-ától, nem tudom, szeptember közepéig kim van a zenekar, és iszonyú mennyiségű ember táncol, és nagyon jó mulatság egyébként, tehát hogy kifejezetten ilyeneket keresünk, nem csak én, a férjemmel, hogy kicsit tényleg rutinosabban csináljuk, hanem akik ilyen kezdő táncosok. Szinte is. Látom magam előtt, amikor kihirdetik az eredményeket, a 14. Feszentlőrinci tangó versenyen, a Rózsa Műveletési Házban 4. helyezett a vadonházas pár. De csak táncolva mehetsz ki átvenni a díjat. Az oklevelet átveszi. Jó, tehát ez nem arról szól, hogy verseny, meg bemutatás, meg kell felelni, hanem éppen arról szól, hogy ez egy ilyen tök jó kis laza program, és ugyanígy röhögcsélünk ott, mint itt, egymáson, meg magunkon. És van a vadásztípus, aki lemegy vadászni, mert azt hiszi, hogy csajozik? Van, nem? Van, gondolom, de nálunk jellemzően nem. Aha. Szerintem talán inkább a szalszásoknál, ahol a fiatalabb korosztály, mert ha most a korosztályról beszélünk, akkor nálunk, ahol mondjuk rokizni tanulunk, csacsázni tanulunk, nálunk is van egy kicsi szalsza, de nem túlnyomó többségben, és mondjuk van egy kicsi keringő is, tehát a februári báli szezonra már rá lehet erősíteni. Mutasd magad frakban. Jó, már titeket nem is hívnál egy elegáns pár. Két rozét. Tartjog ide, itt egy hering. Igen, két rozét kérnék meg egy pinyakoládát. Na, hagyj táncolják, hagyjon még kell. Jó van, fiúk, titeket ebben a stúdióban valahogy csak ki foglak rángatni, bejöttök a tánciskába, nem is fogtok ennyire röhögni. Nézzük meg akkor, tessék. Mit szeretnél? Tessék, hát nagy volt miért a szátok. Miért nézel a Janira? Tessék, tessék, nézzük meg kettő darab mozdulatot. Megint tűnő az áldozat? Nem, ezt egyébként ti akartátok, úgyhogy akkor a két áldozat, tessék. Na, várjál, nem, mondta, hogy el akar menni a feleségével. Álljunk csak meg egy pillanatra, ki mondta, hogy a lőrinci szalsza versenyen már negyedik? Ki mondta? Milyen puhák vagytok, amikor tegnap arról beszéltünk, hogy ez legyen, akkor majd én táncolok. Na? Hát akkor rock and roll van, srácok. Igen, de kellene hozzá egy jó zene először is, nem tudom, hogy van. Én alátok dúdolok valami. Ha van, és akkor egyébként így ülve is el lehet kezdeni, csak egy ilyen laza pasis ilyen vált. Ó, Jani! Caramba! Ez mi? Salsa! Salsa, imádom! Itt van, fiúk, ez már. Mindjárt pesdül a véretek, figyeljetek, még egy kicsit fölvezetik a tempót. Érzitek? Olyan, mint a foci meccsen lennél, tehát, hogy ugyanaz a hangulat, és most előjön egy laza ritmus, és rögtön arra gondolunk, bár nem kifejezetten brazil zenéről van szó, hogy miért olyan jók a brazil focisták. Nem, a brazil lányok, a brazil csajokra gondolok, igen. Történetesen ez salsa és húvai. Hot salsa szósz, keleti Andival. A keleti Andit ne keverjük bele, csak így lazán. Na, nagy szájúak, tessék fölállni, akkor kettő lépés. Nem kell gyerekek állni. De valamit csinálj, ne beszélj le őket. Szeretném, ha te csinálnád, Balázs. Azért jöttem, és egy ország fog tisztelni, ha Balázsnak megmozgatom a vállát. Szóval nézd, kidüleszted a mellkasod, kicsit ráfeszíted. Nézd jobbra, oda néz, azok a cicik, Feri. Gyerekek, az az, hogy Balázs nem Feri még jobban, Feri már áll, csak olyan magas, hogy majdnem fölé a feje a stúdió tetejére, úgyhogy vigyázzunk. Atya úristen, és te mindjárt elhányom magam. Kicsit taposol helybe, és már is ott vagy. Én itt leadom. Nem még jó testet. Én itt leadom a nejemet, és egy óra múlva érte jövök. Ahol te szalszázol, Feri, oda nem megyek szalszázni. Ennyi, és ez már tánc. Tehát mutass egy lépést, csak hogy megnézzük, hogy igen, mindig ezek a lépés. Valami. A táncnak az egy. Ha valami, csak hogy megnézzük, hogy Jani mennyire, vagy a Feri mennyire falábú. Igen? Taposunk egy helyet. Hallod? Tapos egy kicsit, Feri. Rohadt néna vagy. Rohadt néna a kereszt nagyjára. Rohadt nyomorult vagy. Tök jó zenére, mutatom néha. Nagyon jó. Látod ezt a átszellemült arcit. Gyere, Jani, ígyunk valamit. Csinál te is, tessék, mutass meg. Ti akartatok tegnap táncolni, úgyhogy lehet táncolni. Na, mutass, Jani. És a Pestlőrinci művelődési ház színpadán Vadon Mónika és Vadon János. A Rózsa Bűvház.
Latin istene! Csak tapos, nézd az angyal! Mindegy, bármit csinálsz, csak tapos! Nem tárgyalogló versenyen vagy, Jani? Na most nézd meg, ez a jó, hát de ehhez képest én Fred Astaire vagyok. Most jön hozzá egy kifinomult férfias mellkas mozgás, hogy az a baj, én szénsuta vagyok. Ez a Balázs is csinálja, nem áll föl, mert macsó, de azért nagyon jó tekerül. Az a baj, hogy ez a kvánc arany, nem megy ennyire, én csak a kusabon szeretem. És te dumálsz, hogy én vagyok a béna, hát nem találod a ritmus. Igen, csoda. De basszus nála egyébként a Balázsnál megvan a csípő mozgás. Hol, oda néz, megjöttem. Ott van. Megbolondulsz a csípő mozgásommal. Most képzeld el, hogy ezt másfél órán keresztül csinálhatod. Ezt lehet tanulni a honlapunkon. Ezt lehet megtanulni minden apró lépéssel. Van benne fekvő támasz? Bízom benne, hogy van valami kapcsolódási pont. Az a baj, Jani, ha nem lát egy kettlebellt, vagy valami kötelet, vagy bordás falat, amire föl lehet mászni, akkor ő ezt nem érti egyébként. De Feriben benne van a bugi. Tehát, hogy ő érzi, az látszik, hogy zenész. Jó, de utána láttam, hogy mit csinálok. Lenéztem a lábaimra. De mindent imádsz, ahol lehet így őrjögeni egyébként. Tehát ezeket te szereted. Ferinek van érzéke hozzá, nem? Szerintem mind a hármatoknak van ez. Most egyértelműen kiderült, hogy innentől kezdve minden fikázás, ami előjön, az látszik. Nézd, nézd benne van, nézd meg. Ott nézd van. Meg, hogy tessék, mozog. Abba se bírja hagyni. Innentől kezdve végünk van. Meg a tánc, hogy mi az. Oda csaj van. Most pacér vagyok, úgyhogy nyugodtan. És összeverekedik Ferivel, hogy kikérjen fel. Ennyi, miért akarom, én régebb óta ismerem. Á, jó ez. Egyébként igen, az ember leteszi kicsit a gátlásosságát, nem? Meg azt, hogy most hülyén érzi magát, meg kiröhögik, akkor egyébként egyszer ezt ki lehet próbálni. De most kiröhögtük egymást? Nem, de egyébként egy jót röhögtünk közösen. Na jó, egy kicsit. Egy picit azért igen. De aztán nem hárman együtt kell jó, menni, van, mert egyelőre most csak a helybetopogásról volt szó, de amikor előjövök avval, hogy jobb láb meg bal láb, akkor azért kicsit befelé kell fordulnod, mert úgy egy hosszú listát végig kell futnod, hogy melyik is az, mert az ember azért az elmúlt 40 évben nem nagyon használta a jobb meg a bal lábát itt tudatosan. De tartunk, hogy nem tudják az emberek, hogy melyik a jobb lábú. Hát hirtelen olyan gyorsan váltakozza már, azért az bonyolultabb válik, tehát hogy kell egy kicsi befelé koncentrálás, és akkor már nem foglalkozol a többiekkel, és nyilván aztán a rutin pedig meghozza majd a sikert, úgyhogy a végén aztán ez kialakul mindenkinek. Én még olyan falábút nem láttam, bár sokan reklámozzák magukat, hogy ők az abszolút antitalentum, de olyat még nem láttam, aki nem akinek tanulta volna nem meg. Igen. Simán el tudom kérdezni, hogy annyira ráfeszülök, hogy végén így begöcs és eldől. Volt nekem olyan tanítványom egyébként, de ő úgy járt, hogy egy nyáron nőtt 25 centit, és amikor ősszel újból lépni próbált, akkor kiderült, hogy minden egyensúlypontja teljesen máshová került. Engem ilyen veszély sajnos nem fenyeget. De te már nem fogsz megnőni. Bocsánat. Igen, sajnos. Volt egy műsorunk, ahol együtt tanultunk táncolni, még a Kalandafalnak az elején volt egy ilyen táncos jelenetünk, hát három lépést kellett volna megtúlni, ezt a három napba telt. A tánctalan, hogy elkezdett inni egy hét után. És azóta is masszív alkohol is nem bírja feldolgozni. Rehabon van. Na jó van, hát ha valakinek kedvet csináltunk, jó, tessék tanulni, apró pici lépésekben elsajátítani, ott van a honlapon, minden nap egy lépés. Csacsacsánk van? Igen. Mindig elfelejtem. Csacsacsa. Na jó, ne ezt. Ja. Ilyen a vasárnap. Jani, jön a vasárnap. Ja, tényleg. Majd a jó poénokat addig. Ne ki. Andi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon köszi. Köszönjük szépen. Keleti Andinak köszönjük szépen. 9:01, mindjárt jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49, pontosan 1 perc múlva, hello mindenkinek. Az M7-es Nagykanizsa felé vezető oldalán a felüljáróról mérnek. De hogy hol, azt nem tudjuk. Mert hogy az M7-esen Nagykanizsa felé van egy pár felüljáró. Most szaladt egymásban 4 kocsi az Árpád hídon Pest felé, perceken belül dugó lesz, üzeni Kata. Szél Kálmán rendben van. Újhegyi Bányató kereszteződésében van egy baleset, ez a 10. kerület, és a Nyíregyházi elkerülőn az M3-ason Nagykáló felé mérnek, körülbelül a 230-as kilométernél, de szerencsére felkapcsolt lámpákkal, ez így elég feltűnő, üzeni nekünk Kicsi. Az idióta piacfelügyelő a hangos bemondóból tangót üvöltet. Ezt nektek köszönjük. Eddig a férjem azt látta, hogy a gép előtt a steppadon ugrálok Rubin Trékára. Most mit fog gondolni, mikor latin zenére fogom rázni magam nagyon nagy átéléssel? Kérdezi egy hallgató. Szerintem örülni fog. Így van, ott vannak a lépések. Mi? Szalsza? Először szalszát oktatunk? Most már csacsacsa van. Az a projekt már kifutott. Az már kifutott, most szalsza projektünk van. Megtanítottuk az országot szalszázni. De most csacsacsa. Balázs, kössétek fel a gatyátokat vasárnap, a TV2-n műsorváltozás lesz, este 9-re beszúrták, Charlie a majom. Ajaj, csak azt ne! Bármi más, csak a majmot ne! A majom már egyszer elfenekelt. Na, én a... Már nem én. Társas táncon jöttem össze az asszonnyal, írja egy hallgató.
Egyébként ott lehet, tényleg, hát erről beszéltünk, igen. Olvassátok be, légy szíves, világbajnoki bronzérmes lett Mihályfi Ákos brazil jiu-jitsu amerikai világversenyen. Az igen. Gratulálok. Ez Magyarország első ilyen érme, erről nem számol be a tévébe ezek a fociról. Gratulálunk, hát ez... Jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Igen. Aha. Ez egy nagy dolog, gratulálunk. Nagyon neki. Nagy, nagyon jó. Küzdősport? Így van, egy földharc alapú küzdősportról van szó. Köszönöm. Ez fontos. Brazília pedig egy dél-amerikai ország. Ne, igen, megy elég nagy kiterjedésű ország. Mert... Így van. Ja, hát azt minden férfinak tudnia kell. Na ezért jó megtanulni ilyen táncokat. Kimész a Copacabanára és... Hát és mivel elbújsz, lefekszel és iszol egy kájpiroskát. Így van. Vagy egy kájpirinyet. Meg sem mozdulsz fel. Sötétedés után pedig kirabolnak. Hát ott egyébként igen. Ott simán, igen. Kettővel arrébb jutsz ki egy sikátorba, én voltam Rióban, az olyan. Idáig mehetsz, ide már ne. Aha. Onnan meg már biztos biztos se jössz. Tehát ott hamar eltűnsz. Hmm. Nagyon nem. Itt tesz le a busz, ott még jó, két megálló arrébb, ott már nem annyira jó. Tehát egyedül nem jó császkálni. Vagy tudni kell, hogy merre kell menni. Na, hát gyerekek, őrület van, mindenki nyomtatót akar, mindenki tábla PC-t akar. Ugye ez nagyon szerencsésnek lenni, mert egyrészt be kell kerülni először a játékba, majd a három főjátékunk közül még valakinek nyerni kell, hogy meglegyen a tábla PC, amit ma adunk. Megnézzük, hogy kivel játszunk, hármasugrás. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, Dávid, jó reggel! Hát, szervusztok, jó reggel! Hello, mi a helyzet, honnan hívsz minket? Teljes megyéből Székesfehérváron. Hát itt van, várjuk a kis párommal a játék lehetőséget. Sajnos az előző témához kapcsolódva nem igazán tudunk táncot eldülni Andival, mert pont Jannának is írtam, dupla egyszerre történt, bokafitamunk történtem a reggel. De már hogy egyszerre, hogy neked is, meg a párodnak is? Igen, ezt szeretném fölhívni a figyelmet az összes szerelmeskedő párnak a figyelmét arra, hogy Ilyen csúszós időben nem csókolózva lelépni a járdáról, mert esetleg az történhet meg az velük, mint velünk, a páromnak kiment a lába. Szegénykémre én még rá is estem, és én is úgy fordult ki a lábam, hogy nekem bokaszalagszakadásom lett, neki bokafitamja. De azért ezt részletezzük, tehát elindultatok a járda felé. Elkezdtetek a járda előtt csókolózni? Nem, átkelőnél, ugye hát az átkelőn azt hiszi a gyalogos, hogy neki elsőbsége van, és ő mindent megtehet, és mi pusziváltásba keveredtünk a fellépés előtt. De menet hát, közben? Tehát, ja, hogy a járdán, vagy az igen, utcán? Igen, majdnem átértünk, és akkor én találomból úgy odapuszíltam, és akkor volt egy kis puszilkodás, és akkor hát nem figyeltük azt, hogy ugye jön a járdának a széle, és akkor először a párom esett, ő neki rögtön ki is fordult a bokája, utána meg hát igazándiból húzott magával, mert fogta a kezemet, és hát szegénykémre ráestem, én meg úgy estem, hogy a lábam ugye fölfelé ment, és ahogy visszacsapódott, nekem egy bokaszalagszakadásom lett. És akkor ott feküdtetek egy ideig, mint két kis bogárka, akit így... Hát de hál' Istennek azért odaugrottak sokan, mert utána el is indult a forgalom ugye az úton, de hál' Istennek odaugrottak egy páron, egy fiatal ember vitt be minket ide a balesetire, aztán hát most értünk haza nemrég. Úgyhogy... Azért ennek mennyi az esélye, hogy egyszerre esél és egyszerre történne, ugyanaz, nem? Az a csúnya szex. Az tehet minden. A nyílt utcán. Mondjuk mi mindig veszélybe vagyunk a feleségemmel, mi úgy csókolozunk az utcán, hogy mind a ketten egyszerre felemeljük az egyik lábunkat. Igen. Utasd még egyszer. Igen, és a legszebb az egészben, hogy most már lassan kezd kisütni a nap, tehát ezt senki nem fogja nekem elhinni, hogy ugye ilyen csúszós körülmények között történt ez a dolog, mert reggel 7-kor még vadul esett itt Fehérváron. Most meg gyönyörű szép napsütéses idő lesz lassan, úgy látom. És az otthon fekszetek mind a ketten bekötött lábbal? Hát a páromat elvittem az édesanyjához, mert neki azért kicsit súlyosabb, ő kapott fájdalomcsillapítót, meg ilyesmit. Hát én megyek vissza délután, aztán meglátjuk, hogy műteni kell, vagy maradhat ebbe a járóvízbe, amit kaptam most. Hát ha szakadt, akkor azzal kell? Azt össze kell varni, nem? Én is úgy tudom, de azt mondták, hogy állítólag ilyen műgyantek. Belülről azt meg összerakják? Igen. Nekem van egy ismerősöm, ő nyáron trafálta el magát, mondjuk az Achilles, de azt is vissza kellett csomózni. Görög srác? Így hívják. Hát, de itt nekik már régóta. Ne haragudj, én csak felkészültelek. Nekem azt mondták, hogy ilyen gyanta gipszet kaptam, hogy elméletileg tudok mozogni, és akkor ezt folyamatosan összefornak ugye a szallagok, és ahogy mozog a lábom, ez a gyanta gipsz, ez úgy fog egyre többet engedni, de mondták, hogy hát délután meg kell nézetni még egy doktorral. Mindenkinek ezt mondják.
Hogy le kell vágni? Játszunk egyet akkor. De már ránk jött egy kis szerencsét, végre bekerülhettünk a műsorotokba. De ez jó lesz, amikor majd nem az az orvos lesz, aki felrakta a gépszet, és meg kérdezi, hogy és mi történt? Hát csokolozás közben kificzott a lába. Egyébként valahol tényleg nagyon nyomorult, hogy egy csókoloztok, felléptek, elesik, ráesel, tehát az egész ilyen teljesen filmszerű. Hát mi is úgy éreztük magunkat. Mióta vagytok együtt, hogy még ennyire zsong a dolog, hogy még, tehát, hogy még egy gyalogos átkelőn is még úgy érzed, hogy ott még át nem értek, addig is ki kell használni az időt, és csókoloztok egyen. Hát 5 éve vagyunk együtt, 2 éve vagyunk házasan. Hát az jó. Az jól csináljátok. Igen. Nem volt ez olyan vad csókolózás. Dehogy nem, hát nézd meg a végeredmény. Csak hülyék voltunk, mert nem figyeltünk. Tök jó. Hát figyelj, 5 év után azért ez egy fantasztikus dolog. Van olyan kapcsolat, hogy 5 év után már ficamodás nélkül is átviszi az anyósához a feleségét az ember, és ott is hagyja. Nem, van olyan kapcsolat, hogy 5 év után egy járó átkelőn ellökik egymást. Vagy föllökik egymást. Menj előre, és kigáncsolja hátulra. Most lép le. Na jó, nézzük meg, hogy megy a játék, jó? Jó, reméljük jobban, mint a gyalogos átkelőn való átkelés. Na figyelj! Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Melyik növény terméséből állítják elő az ópiumot? Ez mondjuk abszolút rátok vonatkozik most. Mágugóból, igen. Így van. Reméljük erre azért nem lesz szükséged. Nem, már súlyos lenne, hogy ilyen szintű érzéstelítés lenne szükséged. Mehetünk tovább? Persze, most már megpróbáljuk. Dedikált egér alátétért így szól a második kérdés. Melyik a legalacsonyabb rendfokozat a magyar honvédségben? Honvéd. Nem, az egy rendfokozat nélkül. Őrmester? Nem. Akkor nem tudom. Őrvezető. Őrvezető. A legalacsonyabb tisztesi rendfokozat az őrvezető után. A tizedes szakaszvezető, a honvéd a sajnos az rendfokozat nélkül. Ó, ismertés. Nem látható a katonának, nem igen. Figyelj, ez nem a te reggeled. Hát nem. Tehát, hogy bumozni lehet, hogy nem, az csak lehet. A harmadik kérdés után, tehát ráadásul nem is ott buktad el, ahol még tudnánk bumozni. Hát a szoftvernek lett volna szíve, és egy ilyen reggel után ad valamit, de hogy még odáig se jutsz el, elesel, rádesik, teljesen rá, dolgozni se tudtok, nem is nyersz. Hát ez nagyon kevés. Hát köszönöm szépen a lehetőséget. Ez egy ilyen reggel volt. Jó, hát az ember megpróbál ezzel humorizálni, úgyse tudjuk ezt visszafordítani. Köszi, hogy játszottunk, vigyázzatok magatokra, egy jobbulás. Jó van, köszönöm szépen, majd azért is vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen még egyszer. Ez fenyegetés volt, vagy? Nem, hát bárkivel előfordulhat ilyen hülye baleset. Persze. Kitartás, Dávid, meggyógyultok, jó? Köszönjük. Hello, sziasztok, jobbulás, csáó. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Kérem szépen, micsoda petting, micsoda szerelem, nem? Milyen érzelmek? Hihetetlen. Átkelnek, csókoloznak, egymásra esnek, hát ez a szerelem. Jóban, rosszban, együtt. Fantasztikus. Nem? Itt fekszik bekötött lábbal a másik, ott fekszik szegények. 6 perc van, pontosan 9 óra. Péntek van, ez azt jelenti, hogy mi drága jó polgár Petting megint talált egy-két hírt, amiről énekel is, és ezeket nem sokára meghallgatjuk, mond. És kérdezzétek el, láttam a Petinak az egyik dalát, az egyik ilyen nagy internetes portálon, az egyik leglátogatottabban. Felrakta valaki. Ezt is megértük. Valaki fölvállalta rajtunk kívül őt. Mit az egyik dalát, az egyik dalának a klipjét úgymond, a videó megosztó a portáról, belinkelt. Így van. Az ő egyik saját. Nem, az egy vicces dalát, az egyik átiratát. Az egy vicces dalát. Aha. Nagy ember lett ő. 5 perc van, 9 óra jövünk a hírek után. 9 óra múlt 11 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága Morning Show hallgatók, SMS számunk van, változatlan 06-745-00-00. A morningshow.hu már fenn van a videó, ahogy Jani, Bali, Feri táncol, illetve Feri táncol, Jani lépeget, Balázs ül. Jani lábat töröl. Jani lábat töröl, Feri nagyon ropja, Balázs erotikusan ráz. Így van. Ez a felállás. Balázs nem aktivizálja teljes testét, csak úgy tét nélkül, ő a felső testét mozgatta meg. Igen, minden ilyen videó már a morningshow.hu lesz majd. És elindult egy fotópályázat is. Reggeli arcokat keresünk, a legrémisztőbb, legdurvább, legreggeli arcot. Ez egy fotópályázat, tessék föltölteni.
más is láthatja, gondoljátok meg. Bizonyám. Tehát, hogyha esetleg olyan a kép, amit nem szívesen vállalnátok a családtagok előtt, rokonok előtt, barátok előtt, ismeretlenek előtt, kétszer is gondoljátok meg, hogy feltöltitek-e, de a tét nem kicsi, mert hogy nettó 50 ezer forint értékű készpénz plusz ajándékcsomag jár az első helyzetnek. Második helyzetnek ajándékcsomagra. Hát igen, ez egy hosszú távú történet lesz. Igen, ez éveken keresztül megy majd ez a fotópályázat. Ezért essen benneteket. Hogy majd én csengetek. Igen, le lehet fotózni úgyis a párotokat, hogy nem szóltok neki. Tehát, hogy nem nevezitek be, oda mentek, oda lopakodtok, felkeltitek, és amikor hirtelen fel, paf, teli be a fotó, föltölteni, zsűrizünk, majd eldöntjük, egyelőre csak sok-sok reggeli ébredős arcot akarunk látni, ki milyen fejet vág. Itt van anyád! Elaludtál! Az anyósod! Igen, ezeket lehet, jó? Van már egyébként fönt egy csomó új. Azóta, hogy bejelentettük, reggel, amikor megnéztem, még csak néhány darab volt, de folyamatosan gyűlnek, és egyre durvábbak. Tehát az egyik kedvencem a reggeli kávé, egy fél literes sörrel sörrel látszik van a srác. Jó. Óriási. Igen. Jó, úgyhogy megy a fotópályázat, de tényleg érdemes a Morning Shop-on túl böngészni, nézni. Van egy csomó minden. A videó is elérhető. Gyorsan egy-két közlekedési hír. Az M7-esen a 145-ös kilométernél a felüljáróban egy trafi. M3-as 106-os kilométer Miskolc felé a kútnál szintén mérnek, a Baks csomóponti felüljárónál dugó van Pest felé, ezt Pocok üzeni nekünk, és a külső Szilágyin a szokásos helyen kint van a fehér Opel, ráadásul 60-os tábla van, úgyhogy mindenki menjen lassan. Ezt Anikó küldte nekünk. Köszi. Tíz éve járok vonattal, de a büdös életben nem hallottam még ilyen viccet, hogy a levelek miatt késnek a vonatok 40 percet. Írja nekünk egy hallgató. Hát most azért hullanak, meg most azért csúsznak is a sinek. Az eső az jobban hihető, nem? Igen. Mert hullani azért más országban is hullik. Tehát az, hogy mondjuk más országban is esik. Na, szép volt, Bali. Akkor nem mehetek el más szóvivőnek. Nem tudtam megvédeni a saját. Igen, saját magamat jól megfogtam, nem? És összesúgnak a főnökeid a hátán, hogy ő az új más szóvivő. Nagyon penge a srác. Figyelj csak meg. Hallgass, mit van? Beszél a hasukba. A lehulló fa levelek miatt késik a vonat, és hát ugye van egy rossz hírünk, hogy ősszel többet esik az eső, és ilyenkor csúsznak a színek. Egyéb kérdés? Más országban ez nem jelent problémát, hiszen ott is szokott esni az eső. Vezessék ki a kis köcsöget. Figyelj, mit mond. Engedje meg, hogy néhány szóval válaszoljak erre. Kap be köcsög. Na mindegy, hát ez van. Ki tanácsolta őt? Ki mondta, hogy vegyük fel a srácot? Na, köszönjük, ennyi a sajtótájékoztatóról, mennünk kell, majd holnap a következő kérdés. Nem, magára mi nincs idő. Magára meg főleg. Kapja be maga is. Ezt meg vigyék el. És vegyék ki a zsebéből a pogácsát, amit zsebretett. Mert tudom, hogy lopja a pogácsát. Csak azért jó, hogy zabáljon. Jó, türelem. Így van. Jobb lesz. Kedves hallgatónk pedig azért nem hallotta soha ezt az érvet, mert az ilyen érvek kitalálása az idő kell. Igen. Konkrétan 10 év. A Peti hetesünkkel mi a helyzet? Peti írt nekem reggel SMS-t, nem tudom mit akart, nem olvastam el. Boldog névnapot kívánok. Kicsit törölted szerintem. Nem? Automatikusan törlöm az SMS-t. Ne, hogy is. Polgár. E-mailt írt, várjál. Mit írt? Még mindig nem gyógyultam. Valószínűleg igazatok volt, amikor azt mondtátok, hogy előző életemben latin vérem volt, és valahol melegebb éghajlaton éltem. Tehát meleg az, volt. Az eroszos hangra reagált, mert ugye az eroszos hírnél mondtuk, hogy igen. A hangja kicsit ilyen latinos. Már két hete beteg. Szegény. Talán itt lenne az ideje jobbulást kívánni neki, nem? Nem akarok már. Szegény. Nem akarok már szemétkedni. Na nézzük a híreket. Negyed évente egyszer az elnyomhatjuk szerintem. Schwarzenegger, Palvin Barbie és Jordan. Ez nagyon szép hármas, így együtt. Nézzük a Palvin Barbarát. Az első meg az utolsó szimpi. Azt is bevállalná, hogy eltartja a párját, csak ne legyen már magányos. Ezt nyilatkozta Palvin Barbara. Ugye egy top modell, ha esetleg valaki nem tudná, fiatal, helyes, szép és rengeteg nagy brand arca volt már. De ügyes. Meg szép. Ennyit tudok a hírről elmondani. Na pont elég egyébként. De egyébként többet nem is tudunk róla mondani. Hát egy manökennek ilyennek kell lennie, nem? Ügyesnek és szépnek. Helyes, aranyos egyébként a kis csaj. Vicces. Meghallgatjuk. Vicces, kedves. Jó, aranyos lány. Aha. Igen. Én bírom. Meghallgatjuk, mit mond erről Peti, vagy énekel inkább Peti. Palvin Barbi lány, a gyödör a hiány. Leszek a mackót, építsünk mackót. Te magányos szegény, a kened leszek én. Bármire készen, csak add már a zs-
napunk, mi mérlegek, tudod, jól el vagyunk. Mit számít 18 év, ha meglátlak, elkap a hét, mert hévvel jöttem. Kocsim nincsen, a szívem, a szövegem minden kincsen. Dobok egy bókot, te meg pinkódot, bármilyen lesz, azt mondom, jó volt. A csillagokat fogom lehozni, ha nem kell mennem melózni. Balbi, Barbi lány, a gyötör a hiány, leszek a mackót, építsünk mackót. Te magányos szegény, a kened leszek én, pár éve készen, csak add már a zseb pénzem. Balbi, Barbi, tudkó csajszín. Balbi, Barbi, tudkó csajszín. Balbi, Barbi, tudkó csajszín. Én az Akvát gyűlöltem volna, ha nem tudom, hogy nagyon sok iróniával csináltak ezeket a számokat, és ők se vették komolyan soha magukat. Mert egyébként meg borzalmas lenne, de ezek a srácok, ezek letrált volt köztük egy lány, és viccet csináltak az egész történet. Igen, de ez nem olyan, hogy megcsak valamit majd, amikor jól sül el, de mégis mindenki ez örög, akkor azt mondom, hogy ezt nem vettük komolyan. A viccből volt. Ja, igen. Amúgy csináltak mást is, amit csináltak. Volt nekik olyan lassú lírai számok, aminek aztán semmi köze nem volt ez a stílushoz. Igen, meg volt, amikor okosabbakat is nem tudik kicsit. Igen, ügyesek voltak. És a Petinek egyébként, én már rájöttem, hogy a Petinek az a nagy keresztje, hogy nem a 90-es évek közepén volt és alkotott, és akkor nem akkor volt a pályája csúcsán, mert szerintem annyi dal tudott volna írni az akkor ilyen menő bandáknak, akik ilyen komolyan vagy félkomolyan tolták ezeket a kis parti slágereket. Petinek iszonyatos érzéke van ehhez. Komolyan, félkomolyan, hát szerintem egy tripla lemezes bandát csinált volna a Happy Gangből. Nem, micsoda? Őket ne bánt. Nekik volt annyi. Többszörös aranylemezes. Így van. Így van. És jól is kerestek el, többször felmentek apol a pénzből a hegyekbe. Az hip-hop boys, te hülye. Ja, hát ezért nem kérek bocsánatot. És a hip-hop boys nem ment annyira jó, mert ő csak a hétvégén mentek fel a hegyekbe. Kori, Moha és Vitamin, az nem ugyanaz, mint OJ Dax Szücsi. Kérek a szívedhez, az már Happy Gang, nem? Hát Szolnoki Peti énekel, de alapjából Happy Gang. Tehát Szolnoki Peti éneklésben előadott Happy Gang. Igen. De hát ott az Happy Gang volt. Te meg a hip-hop boys mondod. Akkor jó volt hogy ez. Hogy lehetek ekkora szakbarban? Hogy nem hogy tudod ezeket. Hogy össze két legenda. De tényleg. Na. Schwarzenegger 66 éves, és még naponta 5-ször szexel. Hagyjuk ezt utoljára, szerintem ebben Peti Lubickol. Jordan simán odaszerent férje alá. Hagyjuk ezt utoljára, Peti ebben Lubickol. Az a baj, hogy nincs több. Jordan. Ki ez a Jordan? Hát ő egy tudod, az a kosáros, top modell. Hát figyelj, egyébként tökéletes, megint visszakanyarodok egy kicsit a 90-es évekhez. Péter Andrénak a partnere. Igen, volt. Péter André arról volt híres, ugye, hogy napi 500 felüléssel megalapozta a hasfalát, és erre építette a karrierjét. De bejött, nem? Bejött hát neki. Hát akkor meg... Szóval Jordan írt egy önéletrajzi könyvet, amiben azt mondja, hogy ő nagyon szívesen oda szellent a férje óra alá. Na, ez a hír, nem áll, gyerekek, hát ez na, nagyon... De most ebből egy egész könyvet írt? Nem, hát ez életrajzi könyv, és... Igen, Peter mennyire boldog lehet, hogy most így, ezt így mindenki megtudta. Én látom ki a Jordan, igen. Most már látom. Olyan szinten el tudok lazulni a társaságában, hogy bármit megteszek el alatt. Hát félek ettől, ebbe nem hallgattunk bele ebbe az anyagba. 1.25-ös mélyrepülés. Elhatárolódunk. Abszolút. Tőle. Így már előre is, jó? Igen, előre is elnézést kérünk, előre is elhatárolódunk. Peti az ilyen témákban lubickol. Az igaz szerelemről szól a dal, a teljes elfogadás. Majd figyelj. Így van. Látod? Csak próbálok előre menekülni. Peti, gondolom. Az ilyen dalok miatt nem hívunk meg egyébként a vasárnapi show műsorunkban, mert ott tényleg csak az intellektuális humor tombol. De az ilyenek minten nem. Ez nem, oda belemtelked a lábad. Nem jöhet. Ajjaj, kikérjük magunknak. Na, meghallgatjuk, mit érek el erről, Peti. Gusztustalan nő ez a Jordan, ha vele vagyok, a könnyem csorran a szaktól. Amit megereszt, és kitolásból csak bablevest habzsol. És folyton röhög, mert kicsúszik a szellő, amikor köhög. A fülébe sugom, hogy szeretlek, ő akkor se parancsol a szeleknek. Álmában is megy ez neki, a takarót sűrűn legyezgetik. A gyertyalán aprót lobban, még egy ilyen és a lakás robban. Oly erő van benne, hogy elsodor, hangja, mint a Zetor motor. Mikor bemutatom az apósnak, neki feszül egy sunyi laposnak. Csak nézem a dagadó nadrágot, mert a sunyi szél lőtte a kartácsot. Lassan itt van a karácsony, hogy mit veszek, azt már
egy 5000 wattos szag elszívót, és egy svéci hangtompító, de tudom, maradok örökre, ha ránézek a giga csöcsökre. Micsoda trészaga volt, micsoda bélszaga, micsoda trészaga volt, micsoda bélszaga. Mondtam, tudtam, hogy ebben Lubicko. Igen, tudtuk, hogy ebben Lubicko. Imádja. Mi van Arnival? Állítólag naponta még többször szexel. Nem többször, ötször. Ne, de jó, miért kell ilyen kamukat, tolni? Ötször, mert nagyon sokat sportol, azt írja, és akkor még marad energia, azt is le kell nyilván vezetni. Azt mondja, hogy csak tudjuk úgy, mi, hogy hogy. Csak... Hát igen, lehet, hogy már nála az is az, hogyha hozzáér saját magához, kis Arnihoz. De hát ez még éppenséggel, akár vizelési nehézséggel is utalhat, tehát hogy ez még nem szex azért. De most ő nem békült ki a feleségével? Ugye ő összejött... Hát a békülésben vannak. Békülésben vannak, de ugye Arni elkapta a házvezetőnőt, ugye? Amit nem értünk, hogy miért pont őt. Mert láttuk. Nem, mert nem szép a nő, vagy a néni, inkább így mondom. Tehát egy ilyen bevándorló, ugye mexikói vérrel megáldott, ilyen nagyon sötét hajú, ilyen 60-as nőről van szó. Jó, hát Arni is. Igen. 60 mennyi? 65? 6? De hogy utána ők ugye elváltak, de most újra békülnek. Arni viszont azt nyilatkozta, vagy inkább egy hozzá közel álló színész, hogy nők látogatják meg Arnit naponta többször is, mert Arni nagyon fickós. És hogy kielégíthetetlen állítólag, és hogy ezzel akarja még magának is bebizonyítani, hogy mennyire fit. És azt nyilatkozta az ember, aki közel van Arnihoz, hogy Schwarzenegger még arra is kínosan ügyel, hogy a házához tartozó személyzet tagja is csak izmos férfiak legyenek. Szóval viszont innent kezdve meg van picit gyanús. Hát, vagy pedig az izmos férfiakhoz jönnek a nők. De egyébként tényleg. Arni pedig csak beengedi őket. Csoszokba a kis köntösében. Igen, kicsoszok a kis mamuszába. Még a kertészeinek is óriási izmai vannak, és előfordul, hogy félmeztelenül nyírják a füvet. Jézus. Elég bizarr, amikor Arni hazaérkezik, az egész személyzet elé szalad. Tényleg úgy él, mint egy király, nyilatkozta egyébként egy egészen komoly műsornak, vagy nem is egy napilapnak, egy színész. Tom Arnold. De szóval, hogy félmeztelen férfiak rohangálnak a kertjébe, beáll Arni a nagy van, ha megérkezik. GL, Merci GL-el, és akkor mindenki jobb a szalad. És ő is kiszáll félmeztelen, és ő is izmos, és elég izmos egyébként. Felkapják a vállukra Arnit, és beviszik a házba. Mint a 300 néző, vagy a Spartacus. Mindenki teljesen rendben van. Mindenki izmos, mindenki félmeztelen, mindenki kis ágyékötőben végzi a napi tevékenységet. De most, ha te imádod a nőket, akkor miért nem félmeztelen nők nyírják a kertetben a füvet? Tehát miért izmos férfiak nyírják? Hugh Hefnernél miért nem lehet egyetlen férfi sem látni, csak playmateket rohangálni össze-vissza? Arnoldára meg izmos férfiak. Ez olyan, nem, olyan fura. Mindenki nem a szakmáját viszi haza. Tényleg? Hefner bácsi hazaviszi ugye de a playmateket. De akkor mit tudom én? Meg a testépítőket. Akkor Telleredénél meg fizikusok barna köpbe egyben rohangáltak. Vagy kis atomok. De tényleg, tehát izmos férfiak. Na mindegy, meghallgatjuk, Peti, mit érnek el erről? Pénz.
Fél pénz. Látunk, a téma adta volna magát. Fél pénz, nagyon erősen. Így van, de szerintem elment, és valahol ez felrántotta a You Could Be Mine. Biztos vagyok benne. Tehát, hogy az alapod, ő elment, elment, és földobolta, és fölgitezt, biztos vagyok benne, mert egy ilyen ratyi karaokit nem lehet találni sehol. Másrészt meg annyira garázs feelingje volt az egésznek, hogy azért meg viszont megérdemli. Szerintem elment valamelyik haverjához, és mindent följátszott külön. Mondjuk egy, nyilván egy sávra, de hogy... Nem volt ez rossz. Na jó, van, itt hagylak benneteket. Na, mi van? Fordalánsz? Eleged van? Nem, mert kész. Kész, vége van. Igen, nem sem tudom. Ennek a szerelemnek vége van. Jó, ez most itt vége van, és nem jövök be többen. Nem. Mész szalszázni? Igen, elmegyek egy kicsit, táncolni. Nem, csak mondom, hogy bár nem jövök vissza, úgyhogy nem leszek itt, csak előre mondom, hogy nem oda megyek, ahol majd te mondod, hogy hol vagyok, meg nem oda megyek, ahol majd te mondod, hogy hol vagyok. Isten, tényleg nem mész az árvákhoz mesét olvasni már megint? És nem is megyek a templomba. Hát így megy. Én meg azt hittem. Csak azért jelentem ezt így be, mert ha csak annyit mondanék, hogy én már nem vagyok, akkor te tudom, hogy megint okolnád fél tíz után, hogy hol vagyok. Ne, de azt mondtam volna, hogy megvéded a diplomádat végre. Igen, meg kéne már egyébként. Jó? Úgyhogy, hát veled egyébként nem sokára. De jó, mondjuk ez emlék a kiszaladnál a WC-re, aztán itt érted. Tehát, hogy úgyis találkozunk. Vasárnap jössz este? Vagy... Még nem tudom. még néhány kritikát elolvasok, és lehet, hogy otthon maradok. Próbáld meg újra. Itt veszített. Gyerekek, jó az lesz. Vagy előre utaltak, kénytelen. jó lesz ez, higgyétek el. Van recepted? Van, persze, de majd elmondom tízen. Csak azért nem akarlak megzavarni vele. Csak annyit árulj el, sáfrányos koriander, vagy pokácsos lájmos mokácsó. Nem. Semmi ilyesmi. Egy lájmos mokácsó pokácsóval. Némi borjúbéllel, marhapofával az imád. Mindig van benne borjúbél, mert minden egyes. Ha nincs veled a friss primácsó, akkor semmi. Egy primácsos marhapofa, egy lapácsos borjúbéllel. Múltkor vettem nektek is egy-egy kilót, úgyhogy használhatjátok. Nem, egy leftyánkás gulásztát azért simán megeszel. Biztos vagyok benne, hogy egy prohászkás csibondó. Erre is lecsúszna bármikor. Istenem, a szakért. De ez jó, nem lesz vasárnap. Jó, a többit vasárnap. Azért addigra is maradt plusz kapor. Higgyétek, hogy mindent előttünk. Így van. A nehéz tüzés, igen, akkor a tartok. Ezek csak a könnyedebb poénok. Na tényleg csak egy összetevő. Sütőtök. Ősz van, sütőtök van. Sima, egyszerű mezei sütőtök. Tehát nem jó, benne... azért valami kis fel is lesz benne, mondom, nem? Sütőtök. Tészta. Más sütőtökön is hozol recept? Ne, Léci, még akarom, hogy legyenek nézőink vasárnap. Ne nyomj ilyet, hogy más sütőtökön is hozol receptet. Léci. Ó, Jézusom. Sertéshúsi sonka, ezek vannak benne. Tessék. Semmi, ha nem merek. Megszünteted a rovatot. Érted. De hogy szüntetem, olyannyira nem, hogy szeretnék neked a Morning Show-on túl egy külön Feri recept rovatot, az összes eddigi recepted elérhető, feltölthető, megnézhető, letölthető. Nagyon jó. És ezt megcsináljuk majd külön. Nem lesz. De azt is tervezzük, hogy kapsz 20 percet a műsorunkban, ahol beszélhetsz a receptjét. De jó. Hát, ha segít. Figyelj, a lájmos lefcsánkás gulászta, az szerintem a Feri egyik specialitás. Érted, hogyha csúran a csepondó. Merre jársz, hogy van csepondó. Jövünk nem sokára a nap legjobb pillanataival, mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánunk. Neked is. Köszönjük szépen, az lesz vasárnap, azért remélem, hogy találkozunk. Jó, Feri, veled is. Jó, benézek. Nézzél be. Hétfő jövünk. Szevasztok, ciao. Ez itt a Morning Show. Végre szabadság 5 perce 3-10 előtt. Neked elárulta? Hogy? Vagy neked is azt mondta, hogy amit nekem, hogy hova megy, hogy azért kérj, hogy ne beszéljünk róla, mert tudod. Ja, nem, semmi extra, nem mondta, hogy semmiképpen nem mondjam el, hogy ételt osztani megy rászorulóknak. Istenem, de hogy erről miért nem lehet beszélni? És aztán közvetlenül ezután átmegy a gyerek kórházba mesét olvasni, olyan szörnyű, hogy ezt az oldalát azt mondja, hogy erről ne beszéljünk, ugye? És hogyha esetleg lát egy nénit, akinek szétgurultak az almái az ebránál, akkor gyorsan összekapkodja neki. És átviszi a hátán, ha már villog. Hát egy ilyen férfi, és nem lehet velünk ebben az utolsó 20 percben. Azért húzzuk az időt, mert fogalmam nincs, hogy mi van. Egyébként tényleg, ez az egyetlen racionális érv szól, amellett, hogy még itt vagyunk és beszélünk. Laci, mi van a best of-ban, Anna? Figyelj, tényleg elmegy a főnök és szétszaladtok. Anna, te szétszalad egyedül szétszaladtok. Nekem nem jön át. Nem tudom, hogy mit nyomok, Laci. Légy szíves. Figyeljetek, leadjuk, jó? Jó. Szevasz!
Csabi. Jó reggel, szevasztok. Nem láttam, ahogy táncoltatok, csak hallgattam, és mégis láttam, értitek, hogy annyira jól bemutattátok, hogy ti hogyan táncolnátok, de biztos, hogy nem táncoltatok, csak beszéltetek róla. Nem igaz. Felálltatok a széketekből, és megmozdultatok. Akkor elárulom neked, hogy a vadonatúj weboldalunkon, a morningshow.hu-n meg tudod nézni azt a videót, ahol nem mondod. Összekapaszkodva, testünk összeérve, mesztele, ilyen kicsit gondoltam, de táncolunk. Feri állva, én úgy tűnik, mintha ülve, de nem állva, és ott van még Balázs is, aki viszont nem áll fel a székből, csak a felső testét mozgatja, de figyelj, de úgy, ahogy csak ő tudja, és ezzel nem mondtam igazából semmi. Fő, embertelen, ő ülve is annyira jó. Nyugtassatok meg, hogy nem csak titeket lehet nézni, hanem Kereti Andit is, tehát hogy azért... Jaj, hát nem férfi testet az Andi benne van. Benne egy kicsit, benne van ő is. Szívesebben nézem tánc közben, mint titeket. Posztjuk a véleményedet, Csabi. De azért, mert nem láttál bennünket. Nézd meg! És nem leszek rosszul. Ne, de ott kedvet kapok én is, és táncolni fogok. De ettél már valami? Na, Anna, gyorsan hívjuk fel akkor a nap hallgatóját. Aki egyébként ezzel az anyaggal kapcsolatban írta az SMS-t, amit kiválasztottunk, és hát ő lett így a nap hallgatója. Elmondja mindjárt, hogy egészen pontosan mit is írt. Ha fölveszi. Mond, hogy morning show. Bárkinek csörög most a telefonja, így vegye föl. Morning show. Morning show. Hogy is van? Jó van. Halle. Sziasztok. Figyelj, gondolkoztam, mondom, most valaki szarára hőgi magát, hogy így értem fel a telefonon, ha mégsem. Pont ez a, ennek a kis játéknak pont ez a célja, hogy akkor valakinek viszont jó kedvet szereztél a mai napra, hogyha nem mi hívunk. Mi a keresztneved? Károly vagyok, de akkor most már nekem azt mondja, hogy ma lesz jó napom. Na valószínűleg igen, ugye így szólt az SMS-ed. Én is társastáncban ismertem meg a feleségem, swingereztünk. Figyelj, igaz vagy csak a vicc kedvéért? Hát ez csak a vicc kedvéért, mondom őszintén. Igen, de te vágysz rá mélyen, ahogy hallom a hangodon. Megvan az ajándék. Ennyire ki lehet találni? Igen, igen, ezt így szerintem igen, aki ilyet ír annak meg. Főleg megvan a Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomag, gratulálunk hozzá. Plusz az a helyzet, hogy fogod a te párodat, és elviszed egy klubba. Egy álom valóra válik. Egy álom valóra válik, ez ráadásul Buda vadonatújon a megnyílt exkluzív klubja. De ez egy olyan klub, ahol azt, amiről te írtál, azt szerintem nem örülnek neki, ha elkezditek. Viszont enni tudtok 10 000 forint értékben, méghozzá nagyon jó, hát izgalmas új étlappal állnak a tisztelt megrendelők. Monóban is lehetne, de mi azt tanácsoljuk, hogy sztereóban menjél. Így van, soha. Feleségeddel végig kajáljátok az étlapot, zseniális dolgok vannak, rengeteg frissen sült minden egyébként, tehát húsevőknek is, meg vegáknak is. Ott mindent megtaláltok, marha jó hangulat van, nagyon kellemes a kiszolgálás, maga a hely is egyébként szuper. Tehát, hogyha a kettő az a sztereó, ugye? Úgy, én azt gondolom, hogy... A séf van ott, nem? Hogyne volna. De milyen séf? Ezt adjuk egyrészt, és utána maradhattok este a buliban, és másrészt pedig a Csabai Kolbász Fesztiválra is elmehettek, úgy hozza a jó kedvetek. Az jövő héten van tele nagyszerű koncerteket, Demiér Rózsi, Tankcsapda, Magna Cum Laude, minden lesz. És hát egy fesztivál az évről évre egyre durvább. Egyre lassan ilyen, nem is tudom, hogy mivel ővé ki magát, egy ilyen kulináris szigetté. És még engem is beengednek, úgyhogy nagy baj. Jó, csak csinál. Ebből lehet, hogy válás lesz, mert nem fogjuk tudni eldönteni, hogy ki jön és kivezessen. Ja, hát figyelj, mindent meg taxi lehet oldani. Vigyetek egy sofőrt. Nagyon szépen köszönöm. Egészségedre. Mi köszönjük, hogy hallgatsz minket, és hogy írtál. További szép napot. Szevasz. Hello. Na, az a receptet az előbb már mondtam, de azért mondom a nevét. Tökös metél sonkás szűzzel. Nagyon jó. Tökös metél, tökös és szűz is. Tökös is meg szűz is, a metélt az tök vega. Azt ajánlom mindenkinek, tök és vagy. Nagyon jó, tök van benne, kis pisztáciával megszorolnak ilyenek, meg van a sonkás szűz, fönt van már, és akkor most hova tettük, Laci, ezt Facebookra, vagy weboldal? Mind a kettő napon. Mindenütt ott vagyunk, dübörök. Mind a kettő napon. Nagyon jó. Úgyhogy ott megnézhetitek alapanyagokat, elkészítést, van fotó is, SK, és lehet főzőcskézni a hétvégén. Mi a zenét, Csabi? Egyet ajánlj nekünk. Hát itt azt írják a hallgatók, hogy elment, jöhet valami jó kis rockzene. Úgyhogy valami Nickelbacket mindenképpen, de ajánlok egy újdonságot is, a Selena Gomez-t, a gyermekeim pont abban a korban vannak, hogy azt a csatornát nézik, ahol Selena Gomez még szinte gyerekként ugye szerepelt műsorokban, most meg ugye felnőtt nőként már énekel nekünk egy újdonságot, Come and Get It, ez lesz már a következő. Ha már a Nickelbacket mondtad, de egyébként van most egy érdekesség, meg lehet nézni a videoklipet fönt a morningshow.hu-n is, a Chad Krögernek meg az Avril Lavigne-nak egy duettje. És ők férj és feleség, mint tudjuk.
Tényleg? Ezt nem is tudtam. Elvette? Igen. Nehogy is, nem már. Hát elvitték azt a gyönyörű nőt. Elvette feleségül a csebet. És ráadásul a Nickelback jön Magyarországra. És hozza, akkor Evrik hozza, hát nem? Lehet, hogy... Hát figyelj, családi vállalkozások, a duett már csak belefér. Az nem? Csak nem véletlenül készült valószínűleg. De komoly. Ügyesek. Hát a kis ország, Kanada, kevesen vannak értelő, úgyhogy egymás mellé sodorodik két rockstar. Hát meg mit tudsz csinálni? Favágó, rockstar. Más nincs szerintem az országban. Hát még a Brian Adams lehetett az volna. De rockstar. Azért mondtam két rockstar. 0 ez a kívánság műsor telefonszáma, zaklassátok a Csabi délután 3-ig, aztán pedig hétfő reggel majd visszatérünk, jövünk, szevasztok. Csú! Hello!